Hát Isten hozott titeket, újfent itten, vagy itthon, vagy már hogy mondjam. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen viharos indulás után is így szépen összejöttünk, meg ide találtatok, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Vakvezet világtalant, de itt hirtelen alakultak át a dolgok. A lényeg, hogy ugyanitt lehetünk, ahol lenni szoktunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Most már sok szó nem fogom elmondani, mert előbb-utóbb kijön a nyomdából, de az a helyzet, hogy ma volt szuper leadási határidő, tehát én ugye már nőnapon kivégeztem a cuccost, de ma elkészült a borító is, illetve jóvá lett hagyva meg a lektor, a korrektúra, a tördelés, a minden, tehát húsvét előtt, az jövő héten nyomdában megy Bendel apó második könyve, amiről azt kell mondjam, hogy hihetetlen, szuper érdekes lesz. Mindenkinek nagyon nagy szeretettel fogom ajánlani, és ajánlgatni is fogom, mert egy kötelező alapmű. No, hát itt már mindenki tudja, hogy mi hol van, illetve nem, rájöttem, hogy itt vannak még novíciusok és novíciák. A mosdó az emeleten található, illetve a főbejáratnál, hogyha valakinek arra szüksége támadna, a felépítés ugyanaz lesz. Éva mond nekünk néhány velős gondolatot, aztán lehet bombázni őt mindenféle kérdésekkel, utána meg szeregetjük egymást, és pont. Éva egy régi adósság, amit most jól letörlesztünk, mert nem igazán van Magyarországon, és ezt szerintem a múltkor még Krisztina próbálta is hangsúlyozni, meg a csoportban is rendszeresen ír róla, olyan hely, olyan emberek, meg olyan közösség, ahol a mély alkalmazkodás elveit próbálják gyakorlatba átültetni. Tehát egy olyan helyet és emberek olyan közösségét létrehozni, ahol ez ugyanúgy egy alapelv vagy alapérték, ahogy köztünk az, csak mi ugye itten két hetente próbáljuk eltölteni az időt egymással, ők meg úgy lényegében gyakorlatban együtt élnek ott, egy hűvös völgyben, Nógrád vármegyében. Nem volna kerek a dolog, hogyha nem tenném hozzá, hogy adósa vagyok én is neki, meg magamnak is azért, mert hát még tartozom egy látogatással a Csodák Völgyébe, de szerintem idén meg fogom ezt ejteni, és mindenkit csak bátorítani tudok erre, hogy tegye meg. Úgyhogy itt egy igazán praktikus megközelítést hallhatunk majd, nem egészen azt a fajta praktikumot, amit Sipos Mihálytól hallottunk, sokkal inkább a hogyan jussunk el a Kossuth térről, a szuper belvárosból egy igazi önmegvalósító vidéki élethez, valódi közösséghez úgy, hogy közben millió akadályon kell átkelni, mert hát ezt hívják úgy, hogy élet. Úgyhogy veletek együtt én is roppant kíváncsian hallgatom, úgyhogy mesélj nekünk arról, Evita, hogy is megy ez. Azt hittem, hogy nem fogok izgulni, de nagyon izgulok. Úgyhogy, ja, igen. Én hoztam egy ilyen szöveget, amit szeretnék felolvasni. A mai világról mi a véleményed? Nem tetszik. Gazdaságközpontú. Értem ez alatt azt, hogy minden a pénz körül forog. Pont most olvasom az Aranyembert, és nem tetszik az, hogy nem lehetne ezt megcsinálni. Mármint, hogy kiköltözni egy szigetre, pusztán a terményekből élni, semmi pénz nélkül. A világon most szerintem nagyon nagy a negatív energia. Az emberek közönösek. Azt se veszik észre, ha a közelállójukkal történik valami. Agresszivitás mindenhol. Rasszizmus és türelmetlenség, és arrogancia, és semmi tolerancia. Nehéz munkahelyeket találni, még a 21. században is érvényesül a kikicsoda elv, és mindenhol protekció. Az emberek güriznek, már kiskoruktól csalódunk a környezetünkben, a felnőttekben, a világban. Kudarcélmény. Ezért stressz mindenhol. A gyerekek aberáltak, mert a tévékből kapott mintákat követik, amik többnyire nem jók.
Többek között ezért is szeretnék pszichológus lenni. Nem mert megváltó élményt keresek, hanem mert mire én végzek, felnő ez a generáció, és szükségük lesz rá. Egyébként szerintem eltűntek a megváltók. Minden korszakban, minden országnak, társadalomnak, közösségnek volt követendő példája. Például a kubaiaknak Che Guevara, a kommunistáknak akár Lenin, akár Marx, lehet, hogy ezek rossz példák, de ott voltak nekik. Most kit lehetne követni? Talán Clintont? Őt meg minek? Szennyezzük a környezetet ész nélkül, nem gondolunk a gyerekeinkre, háborozunk, gyilkolunk, 100 forintért, ha kell, és húst eszünk, vadászunk akkor is, ha nem vagyunk éhesek, vagy ha nincs célja, pusztán szórakozásból. Zavar az is, hogy nem lehet tanulni. Az embernek fokozatosan elvonják a figyelmét, mindenhonnan ömlik a jár ide, járj oda, csináld ezt, csináld azt, és nem marad idő művelődni. Persze a tanulás alatt nem a sulit értem, hanem az egyebeket, a színházt, a múzeumokat, a művészfilmeket, a könyveket, az író-olvasó találkozókat. A suli tehet tehát arról is, hogy az embernek 14-18 éves korában nincs magánélete. Ha meg van, akkor szétszórt. Hiszen ha tanulni és fejleszteni akarja magát, hogy megfeleljen, akkor magolni kell. A felvételihez előkészítőre kell járni, könyveket kell olvasni, stb. Persze van pozitív oldala is, de ez nem jellemző az én világomra globálisan. Ami szép, azt már féltem. Most, hogy voltam már néhányszor külföldön, rájöttem, hogy az igazán szép helyek érintetlenek, és ezek a jó dolgok. Ezt 17 évesen írtam, és azért kaptam meg, köszönöm szépen a volt gimnazista osztályfőnökömnek, mert ő összegyűjtötte mindannyiunknak egy ilyen, minden évben egy ilyen írományát, és a 20 éves érettségi találkozókon így kiosztotta ezeket. És én ezt megkaptam, persze abban a pillanatban elbőgtem magam, mert én ezt elfelejtettem, és igazából így ez egy ilyen megerősítés volt bennem arra, hogy akkor, tehát amikor a 20 éves érettségi találkozónk volt, én akkor már körülbelül egy éve tulajdonosa voltam ennek az Üstökös Tanya nevezetű kezdeményezésnek, és abban a pillanatban, amikor én ezt megkaptam, akkor ilyen olyan helyzetben voltunk, hogy nem tudtuk, hogy meg tudjuk-e tartani, mert hogy az egyik első tulajdonos ki szeretett volna szállni, de nem tudtam, hogy ki tudom-e fizetni, és ilyen éppen esett szét így minden, és én megkaptam ezt a levelet, és azt éreztem, hogy igen, ezt meg kell tartani, én ezt már nagyon régen kitaláltam, és így visszajött egy csomó mindent, meg elővettem az ilyen régi naplóimat, és megnéztem, hogy így ki is volt az a lány, aki ezeket a dolgokat elképzelte annó. Azért is nagyon fontos ez a 17 éves koromban írt íromány, mert hogy én ezt így egyrészt tényleg pszichológiára készültem, tehát én tényleg azt gondoltam, hogy a pszichológiával majd segíteni lehet annak az elveszett generációnak, aki most már így felnőtt, és én még most is így azt látom, hogy ez azért nagyjából tényleg így is történt, hogy nincsenek jól a mostani, nem tudom, akkori fiatalok, akik most az én korosztályom, ők azért nem, nincsenek toppon. És a másik oldala pedig az, hogy amikor én ezt írtam, én azon a nyáron kint jártam Németországban, és találtam egy cikket az akkori, nem is tudom, mik voltak, ilyen Bravo magazin, meg nem tudom, mi volt még akkor, de volt egy cikk az akkori tudósok egy ilyen kiáltványt írtak németül azzal kapcsolatban, hogyha nem változtatunk meg bizonyos viselkedéseket, akkor így nagyon nagy probléma lesz. Na most én most 41 éves vagyok, ez 24 évvel ezelőtt volt, az a cikk az 24-25 éve íródott, és akkor én így hazajöttem Magyarországra, és körbe mentem a gimnáziumba, és így mutogattam a tanároknak, hogy was is los, és hogy így ez miért nem beszélgetünk erről, és hogy így tudnak-e ilyen dolgokról, és elmentem a könyvtárba, és megpróbáltam így utána nézni, és így mindenki hülyének nézett, konkrétan így aki volt egy ilyen nagyon menő srác az iskolában, aki így kint sátorozott, meg átgyalogolt Magyarországon, tőle is megkérdeztem, ő kiröhögött, mert hogy így egy ilyen, neki az volt a legnagyobb problémája, hogy ilyen kemikáliákkal kezelt papíron van ez az egész, de ő se válaszolta meg a kérdésemet, hogy ez így miért nem teszünk így együtt kollektíven valamit annak az érdekében, hogy ne az legyen, ami ide le van írva. És
Eltelt közben nagyon sok idő, és én azt láttam, hogy valójában nem történik semmi. Tehát, hogy így tényleg nagyon sokan elmondták, beszéltem már akkor is, ugye németül, olaszul, aztán megtanultam angolul, és akkor így lehetett így látni ilyen külföldi irodalmakban, hogy így gáz van, de nem történik semmi. És valahol én azt gondolom, hogy én ebben az időszakban, tehát ilyen 16 és 20 éves korom között voltam a Krisztinának a szakterületébe vágó klímagyász periódusban. Én akkor azt éreztem, hogy igazából nem is, tehát hogy így felesleges tervezni, amíg van füvem és hallgatom a tankcsapdát, addig minden jó lesz, aztán majd valami úgy is, nem tudom, egyszer csak más megváltozik, és akkor így ezt csináltam 19 éves koromig, akkor részt vettem egy születési folyamatban, és én vágtam el a köldökzsinort, úgyhogy így vége volt így a nagy önpusztítás meg mindennek, mert hogy így mégiscsak nő vagyok, és hát ha egyszer én is szülök, úgyhogy figyeljünk oda a testemre, és akkor átmentem egy ilyen öko-bio-jóga meditáció vonulatba. Ezt is csináltam jó pár évtizedig. Most már ez is finomodott egy picit, de hogy így indult ez az egész. Tehát, hogy ez, ami most történik Nógrádban, az nem egy ilyen 3-4 éves projekt, hanem ez egy ilyen egész életemet átölelő történet. És 17 éves korom után én ugye elvégeztem egy egyetemet, nem vettek fel a pszichológia szakra, ezt kétszer is megpróbáltam, és amikor másodszorra ilyen egy ponton múlott a felvételim, akkor annyira felidegesítettem magam, hogy úgy döntöttem, hogy én nem megyek többet pszichológia szakra, mert ezek így nem értékelik az én zsenialitásomat, és akkor így elmentem egy ilyen munkavállalási és pályaválasztási tanácsadó szakra, mert én igazából a tanácsadás módszertanát szerettem volna megtanulni, amit ott sikerült is megtanulnom, és meg így kb. Úgy voltam vele, hogy így nem tudom, tehát, hogy így velem úgyis mindig lesz valami, tehát én úgyis majd így szerzek egy papírt, és akkor majd megoldom. Szóval, hogy ilyen nem volt ilyen elképzelésem, hogy én ez akarok lenni, vagy az, mert hogy tudtam, hogy az életem első felében utazni szeretnék, mindent meg szeretnék nézni, mert biztos, hogy ilyen időszak a világban nem lesz még egyszer, hogy olcsóbban lehet elmenni Rómába, mint meginni egy kávét a repülőtéren, vagy mondjuk bármelyik szobafestő elmehet Balira, vagy nem tudom, tehát, hogy így ilyen nincs, ilyen soha nem volt a világtörténelem során, hogy oda mész, ahova akarsz, nagyon olcsón. Úgyhogy én eldöntöttem, hogy így mindenhova elmegyek, kiélem magam, és akkor ilyen hihetetlen ötleteim voltak, hogy én még nem jártam diszkóba, ilyen 30-valány évesen eldöntöttem, hogy én még nem buliztam, hova kell menni bulizni, elmegyek Ibizára, elmentem Ibizára, nem tetszett, de ott is voltam, pipa, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen folyamatosan az volt bennem, hogy így minél többet megéljek, és akkor majd, amikor így mindent megéltem, akkor majd megnyugszom, és akkor majd letelepszem valahova, alapítok egy közösséget, és úgy fogunk élni, mint a jókai művekben, mert hogy szerintem ez a jókai nem szkifiket írt, nem ilyen gondolati, nem tudom, kísérletek voltak ezek, hanem tényleg éltek úgy emberek, hogy valahova kiköltöztek, és mondjuk ezt így lehet, hogy talán így a tanyavilág öleli fel a legjobban, de hogy ez egy ilyen eléggé reális dolog volt. Tehát voltak olyan emberek, akik úgy éltek, hogy önellátóan valahol, egymásra támaszkodva, közösségekben, szóval, hogy ez egy ilyen, nem egy ilyen nagyon elvont koncepció. Rengeteg szakirodalom van benne a magyar szépirodalomban, úgyhogy így lehet egy csomó minden honnan ötletet meríteni ehhez. Jaj, nagyon izgulok, még mindig pedig azt hiszem, mert mostanra elmúlik. Szóval, én ezek után úgy döntöttem, hogy igazából, ami nagyon fontos ahhoz, hogy én majd valamikor közösséget alapítsak, az az, hogyha elmegyek közösségekbe, és megnézem, hogy ezek hogyan működnek. Tehát amikor én lediplomáztam, és itt Magyarországon elhelyezkedtem, akkor én már 7. éve dolgoztam. Tehát én végig dolgoztam a gimi utolsó éveit, és mindig feketén. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy így, ha engem így nem jelentenek be, és nem fizetek adót, akkor igazából ezt akárhol tudom csinálni.
csinálni, szóval, hogy lehetnék egy, nem tudom, tengerparton egy ilyen tök cuki helyen valami bárpultba, ahol süt a nap, mert ott se lesz nyugdíjam, de ott legalább jobb a hangulat. És akkor mentem haza, és pont mondta az egyik előző miniszterelnök, hogy akinek nem tetszik, el lehet menni. És amikor ezt meghallottam, ezt a mondatot, én ezt egy jelnek vettem, és vettem egy egyirányú repülőjegyet így Angliába, mert angolul akkor még nem beszéltem. És kimentem Angliába 100 euróval a zsebemben, a nyelvtudás meg munkahely nélkül, és hála a jó Istennek, ott felvettek egy ilyen kávézóba, amit bezártak, és 2 év után nagyon sok pénzt kaptam. Kaptam egy csomó pénzt, mert bezárták a kávézót, és az angol szakszervezetek erősek, úgyhogy kaptam végkielégítést, meg utolsó havi fizetést, meg bónuszt, meg mit tudom én, valami 6 hónap fizetést kaptam, ami ilyen irgalmatlanul sok pénz volt. Úgyhogy vettem egy egyirányú repülőjegyet Ázsiába, és akkor 6 hónapig így Ázsiába mentem, és akkor keresgettem ilyen közösségeket, meg megfogadtam, hogy soha többet nem dolgozok senkinek profitért. És elmentem így Ázsiába, és ott láttam működő közösségeket, olyan helyeket, ahol igazából ilyen mindenféle emberek összeálltak, teljesen ad-hoc alapon, például mondjuk, nem tudom, Kambodzsában voltam egy ilyen kisvárosban, ahol leginkább angolok vettek egy légi hotelt, és akkor ott laktak páran, és így fogalmam nincs, hogy most működik-e, de én akkor még nem láttam ilyet, sőt, az a hely, ahol én voltam, így végignéztem az elmúlt nem tudom hány év vendégkönyvét, nem járt még ott magyar. Tehát arról beszélünk, hogy én voltam akkor mondjuk, mit tudom, 24 éves, tehát ez 16-7 évvel ezelőtt volt, azokon a területeken még nem nagyon backpackingeltek magyarok, nem olyan volt, mint a mai Instagram influencer közösség, hogy mindenki megy mindenhova és mindent megoszt, hanem akkor ez még tényleg úgy nézett ki, hogy így, Hungary, fogalmuk nem volt, hogy ez micsoda, vagy hogy én ki vagyok, és így nagyon-nagyon jó élmény volt, és nagyon sok mindent így láttam közösségekkel kapcsolatban, majd rájöttem arra, hogy ez így tök jó, mert igazából egy ilyen helyen az ember ingyen lakik, meg valahogy így össze lehet hozni így a kaját, meg így meg lehet oldani egy csomó mindent, és akkor ezt így életvitelszerűen csináltam, egészen addig a pontig, ahol volt egy év, ahol eldöntöttem, hogy nem, nagyon-nagyon-nagyon féltem folyamatosan attól, hogy el fog fogyni a tartalékom, és akkor nem lesz pénzem, és akkor mit tudom én, ilyen beteg leszek, és akkor ott úgy, nem tudom, valahogy így egy ilyen bozótba fognak a kutyák így megenni, vagy nem tudom, tehát hogy minden ilyen gondolatom volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy egy évig eldöntöttem, hogy egyáltalán nem használok semmilyen pénzt. Tehát, hogy éltem egy évet úgy, hogy nem volt pénz, tehát semmilyen pénzforgalomban nem vettem részt. Tehát hogy azért, hogy elengedjem azt a típusú félelmet, ami egy ilyen létbizonytalansággal kapcsolódik össze, és szerintem így ennek a mostani életformának az egyik ilyen velejárója. Szóval, hogy alapjában véve az ember az nagyon sok évezredeken keresztül így nem az volt a tuti, hogy mennyi pénz van a bankszámládon, és úgy mégis úgy felnőttek generációk. Aztán mi megtanultuk azt, hogy ha így nincsen pénzed, akkor félni kell. És valamikor így 2010 tájékán kijöttem egy ilyen 10 hónapos Osó közösségben való létezésből. Az is egy tök érdekes koncepció volt, mert hogy oda is azért mentem, hogy azt is megnézzem, és ott például a munkaidő része volt a meditáció, meg a munkaidő része volt, tehát konkrétan, ha te 6 napot dolgoztál, és volt egy 6-7 órás munkaidőd, és reggel elmentél egy órát meditálni, meg elmentél az esti white-robra, akkor az a 2,5 óra az a te munkaidődbe beleszámított. És ilyen is van, ilyen közösség is van, tök jó szerintem. Meg egyébként tényleg számít is. Tehát, hogy én akkor első hónap azt hittem, hogy te király, ezt majd ilyen megúszósra csináljuk. Nem, tehát így nagyon komoly belső munka azért egy ilyen egy hónapon keresztül napi 2,5 órát meditálni, az így nem annyira egyszerű, mint ahogy az ember először így elképzeli. Szóval kijöttem az Osó közösségből, és akkor így végiggyalogoltam Franciaországon, igen, a Loire-menti kastélyokon, aztán lementem így
ahol szintén találkoztam különböző helyekkel, ahol szintén ilyen mindenféle ember, mindenféle koncepciókkal, közösségekben él. Majd megérkeztem így a Caminóra, végigjártam a Caminót, ott is sikerült ellátogatnom Mata Veneróba. Mata Veneró az egy nagyon érdekes hely. Pár holland fiatal kiköltözött egy hegyoldalba, azt mondták a spanyolok, hogy ha 10 év alatt nem szednek titeket szét a farkasok, akkor megkapjátok ezeket a területeket, és ott éltek 10 évig, annyira, hogy iskolát alapítottak, és fölnőtt egy olyan generáció, akit homeschoolingba neveltek fel, és tényleg csak gyalog lehet bejutni, nagyon-nagyon kalandos az egész, úgyhogy egy nagyon jó hely, nagyon ajánlom, hogyha valaki arra jár. És ezután éltem egy rövid ideig egy tantra közösségben is, ami tök érdekes is lehetett volna. Ez speciál, ez egy akkora káosz volt, hogy ilyen futva menekültünk, de tényleg. És majd sikerült elmennem Hawaiion is meglátogatni egy közösséget. Amerikában Denverben jártam még ilyen foglalt házban, és vissza Európába, és akkor felváltva éltem végre le. Tehát úgy döntöttem, hogy ez tök jó, meg így megnyugodtam, hogy ha nincsen pénzem, akkor is élek, szóval, hogy ez így a kettő, ez így nem függ össze. De végül úgy döntöttem, hogy én azért szeretnék kissé, kevéssé igénytelen lenni, és mondjuk, nem tudom, így ilyen úri huncutságokban részt venni, mint mondjuk, tudom én, meleg zuhany, meg bepakolok egy szekrénybe, meg mondjuk, hogyha van egy hátizsákom, akkor nem csak ha kapok valamit, akkor nem kell valamit így kiraknom belőle, mert hogy elég limitált a hely, hanem hogy itt szeretnék egy életet élni. És Németországban lettem vállalkozó, és Görögországban töltöttem a nyarakat, ahol szintén egy ilyen közösségben éltem, csak ott mindenki a saját házában lakott. De rengeteg közösségi élmény meg esemény történt. Ez is az Osó közösség köré szerveződött, illetve hát más spirituális helyek jártak ott így össze. Ezt is csináltam körülbelül 4 évig. És végül is én 2019-ben hazajöttem egy ilyen rövid időre, ahol megpróbáltam így itthon összehozni így a tudatos szexualitással kapcsolatos embereket, akik ebben a mezőben dolgoznak, és ez sikerült, meghallgattam, hogy ők mit gondolnak erről, ez tőlem távol állt, és visszamentem külföldre, majd újra hazajöttem 2019-ben, és 2019-ben megérkeztem Magyarországra, és elkezdtem saját klientúrát felépíteni. Én 15 éve leginkább masszörként keresem a kenyerem, ha csak nem fordítok, vagy weboldalt szerkesztek, vagy 1000 millió más dolgot csinálok, de leginkább így masszörként szeretek a legjobban dolgozni azzal hozzám így a legközelebb. Hazajöttem. 3 hónapot dolgoztam, amikor is jött a Covid. És hát nekem ez a Covid, amint megérkezett, mert hogy én úgy folyamatosan gyűjtögettem az ilyen összeomlással kapcsolatos információkat, meg cikkeket, meg így nézegettem, hogy mikre kell odafigyelni, és az egyik elsődleges az ilyen világjárványok, meg megugró infláció, meg ilyesmik, és akkor így 20-20-ban ez így történt, és akkor úgy voltam vele, hogy atya, úr, Isten, hát most kell venni vidéken területet, mert mindenki rá fog jönni, hogy milyen szar a városban, aki eddig nem tudta, és az meg fogja venni a vidéki területeket, és akkor így rongyoltunk ki nézegetni a helyeket, hogy így most vegyünk valamit, mert most még lehet így normális emberi pénzért vásárolni területet vagy tanyát, és akkor találtuk ezt a helyet. Ezt a helyet ezt úgy találtuk, ezt sokan kérdezik, úgyhogy ezt elmondom, bár igazából tök mindegy, hogy a Jófogáson fönn volt egy hirdetés, ami így szólt. Tanya eladó 2,8 hektár, 5,9 millió. És volt egy kép, egy ilyen ablak keret széléről, meg egy ilyen bozótról, hogy így vonzóvá tegye ezt a tájat, vagy nem tudom.
ilyen eléggé ilyen modern művészeti alkotás, és én voltam a második érdeklődő így az elmúlt, nem tudom, 5 évben körülbelül, szóval senki nem, a kutyát nem érdekelte. Viszont én, amikor így mentem be a területre, én így azt éreztem, hogy így ez az. Tehát, hogy volt egy listánk, meg okosan fejbe kitaláltam, hogy kell víz, meg izé, meg védhető legyen, meg meg mit tudom, így, meg semmi. Bementem, azt éreztem, hogy ez az. És akkor így mondtam, hogy ezt szeretném megvásárolni. Majd tényleg bementem a helyre, és kiderült, hogy be van vezetve az áram, van ipari áram, van egy kút, áll egy ház, tehát, hogy ilyen csodálatos, minden remek. Meg is vásároltuk ketten az akkori társammal ezt a területet, és ahogy megvettük ezt a területet, az akkori társam, ő így eltávolodott ettől az egésztől, tehát, hogy ezeket azért mondom el, mert ezek egy elég gyakori ilyen események, hogy így kitalál az ember valakivel valamit, így, hogy mi majd akkor közösséget alapítunk, vagy céget, vagy mit tudom én, könyvet írunk, vagy akármit, és akkor, amikor tényleg realizálódik ez a lépés, tehát, hogy tényleg az van, hogy itt a cash, ott a szerződés, akkor az a fél, aki mondjuk én esetemben mi előtte 4 évig írtuk a leendő helynek a szabályzatát, meg az alapítványnak a szövegeit. Ő ilyen másodpercek alatt húzódott ki emberileg, meg energetikailag ebből az egészből, és végül is ez oda vezetett, hogy én körülbelül az első év végén így mondtam is, hogy szerintem így váljanak el útjaink, hiszen látom, hogy teljes 180 fokos fordulattal mész tök másik irányba. Bele is egyezett, ki is vásároltam, el is váltunk. Abban a pillanatban megjelentek teljesen más típusú emberek, úgyhogy ez egy ilyen kis intermezzo arra, hogy ne féljetek elengedni embereket, mert majd jönnek helyettük másikok, úgyhogy így, ha valakivel így tényleg változik az egész energetika, akkor azt lehet, hogy nem kell feltétlenül erőltetni. És 2020-ban, ugye mi megettük ketten ezt a területet, 2021-ben átalakult a tulajdonosi gárda, és azt vettem észre, hogy amíg ez nem lett így realitás, addig én minden egyes ilyen tűzkörüli beszélgetés, meg fesztiválozás közben folyamatosan azt érzékeltem, hogy amikor én beszélek arról, hogy én szeretnék egy ilyet csinálni, akkor így mindenki ilyen, én is ezt szeret, annyira odafogok, de nagyon. 2000-ből 1999 ember szeretné ugyanezt csinálni, és amikor ez így tényleg egy ilyen számosított valami lesz, hogy akkor ide lehet jönni, itt van egy, nem tudom, parcella, helyrajzi szám, akármennyi, ennyibe kerül, stb. Ott kezdődik a probléma, hogy gyertek ki, nézzétek meg, hát ha esik, akkor ugye nem jönnek ki, ha hideg van, akkor se, és hogyha messze van, akkor se. Na most ez a messze, ez Magyarországon, ez egy zseniális koncepció, mert igazából valamitől mindig messze van, szóval, hogy akárhol vagy, Budapest messze van a többi dologtól, a többi dolog messze van Budapesttől, egyébként meg az egész ország 3,5 centi, szóval, hogy így nem értem ezt a koncepciót, de mindegy. Úgyhogy így azok az emberek, akik azt mondták, hogy ők ugyanezt szeretnék csinálni, és ugyanilyen lelkesedéssel látszólag vettek volna ebben részt, zömében még nem jártak a mai napig sem a tanyán, nem hogy részt nem vesznek benne, hanem hogy így igazából így ott se voltak még. És azt látom egyébként, hogy ilyen csoport számunkra is az jellemző, hogy mondjuk ha megnézünk egy ilyen, nem tudom, mit mondjak, hogy kit reklámozzak, akár a mi adaptációs csoport, akár a B-tervem, a önellátás, köszönöm, vagy bármilyen csoportot, és ott ilyen nagy 10,000-es számokban történnek a dolgok. Általában, ha van egy ilyen összejövetel, azonban, ha Budapesten van, akkor azért van legalább 30-40 ember, ha vidéken, akkor mondjuk 5, és abból mondjuk általában 1 szokott lenni, aki alkalmas is rá. És ez egy nagyon fontos tétel, hogy igazából él az ember, tehát én az első évemben így nagyon haragudtam, hogy miért van az, hogy mindenki így eteti, táplálja ezt a nagy ilyen légvárat,
Aztán közben rájöttem, hogy igazából nincs ezzel semmi gond, egy csomó embernél ez tényleg egy olyan ötlet, ami átviszi hétfőtől péntekig. Tehát, hogyha föl tud azért kelni és bemenni a multihoz, hogy majd, ha egyszer kiköltözöm egy tanyára, és akkor de majd most felszállok a kettes villamosra, addig, amíg össze nem szedem rá a pénzt. Tehát, hogy van, akinek egyáltalán ez ahhoz kell, hogy létezzen. Én meg így mindenkinek szerencsétlen berúgdostam az ajtókat, hogy jaj, te akarsz tanyára jönni, amikor kise jössz, amikor esik az eső, meg mit, te azt se tudod, mi az elme, egy sparhátba nem tudsz begyújtani. És akkor így rájöttem, hogy ezt nem, tehát kicsit vissza kell fognom, tehát hogyha szeretnék ezt a légvárat építeni, akkor így ha építsék, teljesen jó, ez is rendben van. Csak nem szabad nekem ezekkel a számokkal operálnom, tehát hogy azt nem lehet elgondolni, hogy akkor most nem tudom, több százezer emberből lesz majd itt 10 tulajdonostárs, mert nem lesz. Tehát valószínűleg majd több éven keresztül leszünk, ahányan leszünk, és ezzel így érdemes majd békét kötnöm. Igen, szóval, hogy nagyon röviden, wow! Nagyon röviden, ez az én előtörténetem, és igazából a tanyáról szeretnék egy kicsit még így beszélni, hogy most pillanatnyilag mi hárman vagyunk tulajdonosok, és úgy vagyunk hárman tulajdonosok, hogy senki nem kavar senkivel, és senkinek nem senki a másik, és nem házasok vagyunk, és nem vagyunk egymás rokonai, hanem mi tényleg három egyedülálló, önálló, szuverén felnőtt ember szeretett volna így élni, és nem akarta megvárni azt az ideális pillanatot, amikor minden körülmény tökéletes lesz, hanem egyszerűen elkezdte. És igazából mi egy olyan koncepciót viszünk, amiben egymás mellett vettünk meg területeket, de van egy közösségi ház, és azért nagyon fontos ez, mert hogy, és akkor itt jönnek be a mi adaptációs alapelvek, és akkor itt így be is kötném, hogy mi hogy találkoztunk. Mert hogy amikor mi ezt megvásároltuk, akkor Sebő Feri, nagyon kedves barátom, felhívta a figyelmemet arra, hogy az, amiről én folyamatosan így beszélek, neki is, meg mindenkinek mindig erről beszéltem, az van. Tehát, hogy igazából az, hogy menjünk ki, próbáljunk meg lecsatlakozni a rendszerekről, hozzunk vissza régi dolgokat, meg így együtt, meg ilyen, meg ellenálló, tehát, hogy mindenki, hát borz, 21 fokon éljük az életünket, télen, nyáron 21 fok van. Itt, hogyha egyszer elmegy az áram, mindenki meg fog fagyni, tehát egyszerűen meg fogunk betegedni, tehát nincs az emberekben ellenálló, fizikai ellenálló képességünk nincs már arra, hogy természetes körülmények között legyünk, mert egyszerűen nem vagyunk természetes körülmények között. És hogyha egyszer valaminek vége lesz bármilyen rendszernek, akkor ugye el leszünk veszve, hogy úristen, hát télen hideg van, nyáron meleg van, éhes vagyok, meg esik rám az eső, és itt vége lesz mindennek. És hogy igazából ezeket érdemes lenne kipróbálni, hozzászoktatni magunkat, így meg ha nem lesz vége, akkor is tök hasznos. Szóval, hogy igazából ez ilyen alapjába véve az ember, az egy emlős állat, úgy funkcionál több millió éve, hogy így kint él, és így körülbelül így összhangban van a csillagokkal, az időjárással, összhangban van az év ciklusaival. Mi meg így nem. Szóval, azt mondta a Sebő Feri barátom, hogy van erre egy szó, és nézzem meg, mert van egy csoport a Facebookon, ami akkor volt még, nem tudom, pár száz ember, tehát tényleg nagyon kevés ember, és akkor így megláttam, hogy van egy csoport, ott van egy adminisztrátor, aznap felhívtam a Balást, aki pont a Momén volt, és mondtam, hogy mi találkozunk, mert mi ezt fogjuk csinálni, mert most vettem egy helyet, és akkor én innen jöttem, és akkor így vissza, és akkor meg jött, és ugyanígyen mondtam neki ezeket a dolgokat, ő meg mondta az ő dolgait, én nagyon örültem, és utána annyi minden történt az életemben, hogy körülbelül 2,5 évig nem is találkoztunk, mert tényleg ilyen nagyon-nagyon sok családi esemény, és nagyon sok nehézség. És
Igazából én egy picit ilyen örültem arra, hogy, vagy örültem annak, hogy vannak ilyen keretek meg koncepciók, és akkor nem nekem kell kitalálni azt, hogy ezt mondjuk így írjuk le, mert volt valaki, aki leírta. Elolvastam a mindenféle tanulmányt, és akkor ilyen mindenki így osztogatva, és azt látom, hogy mindenki így, én meg így ilyen, végre valaki leírja azt, amit én már tudok, nem tudom hány éve, szóval, hogy ilyen nagyon furcsa volt az egész. És gyakorlatilag, ami nálunk azon kívül nagyon fontos, hogy nem család alapú ez az a közösség, tehát hogy nem egy ilyen kis család költözött ki, hanem szuverén emberek költöztek ki, az, hogy mi gyakorlatuk, tehát hogy valahogy azt szeretném elmondani, hogy szerintem az egyik nagy rákfene a magyarországi közösség alapításon az, hogy túl sokat vagyunk fejben. Tehát, hogy van egy csomó olyan közösségi koncepció, ami nagyon-nagyon jól néz ki papíron, meg nagyon ki van dolgozva, meg nagyon ki van találva, de hogy nem lett belőle semmi, mert hogy így nem voltak emberek, akik végigcsinálták volna a folyamatokat, vagy egyszerűen azt látom, hogy bizonyos közösségekben nincs is nagyon rá szándék. Tehát, hogy ez a üljünk le és tervezzük meg, hogy mit fogunk megtervezni, amikor a terveket készítjük majd el. És hogy ez igazából így ez a tett halála. És mi elég erősen azt tűztük ki így a zászlónkra, hogy mindenféle fenntarthatósági projektet, vagy mindenféle projektet megcsinálunk. Tehát, hogy ha jön valami ötlet, akkor azt megpróbáljuk megvalósítani, és nagyon fontos, hogy egyszerű körülmények között, reciklált anyagokból, nem azért, mert képtelenek lennénk mondjuk, nem tudom, olyan rendszereket felépíteni, amik, vagy nem tudnánk összeszedni rá a pénzt, hanem azért, mert hogy tényleg azt szeretnénk kipróbálni, hogy milyen mondjuk felépíteni egy víztározó rendszert úgy, hogy azt a gravitáció működtesse, és mondjuk összeszedjük az anyagokat hozzá építkezési hulladékokból, mert valószínűleg az utánunk következő generációk azok ezekből fognak dolgozni. Tehát, hogy igazából minél több dolgot szeretnénk megvalósítani. És nagyon jó tapasztalataink vannak az önkéntesekkel, hozzá kell tennem, hogy a külföldi önkéntesekkel, mert hogy a tavaly 50 önkéntes volt nálunk, ami egy tök jó szám, viszont ebből körülbelül 20 volt a Danninak köszönhető, aki hozta ezt a tapasztós workshopot, és ott magyar önkéntesek voltak, viszont a többi 30-ból 28 az külföldi volt, és jöttek hozzánk Japánból, Argentínából, Amerikából, egy csomó helyről, és kifejezetten olyanok is voltak, akik egy hónapot töltöttek nálunk, és kíváncsiak voltak erre az egész koncepcióra, és tényleg én nem voltam arra fölkészülve, hogy jön egy ilyen japán lány a telefonjával, és hogy kérdezget, hogy és akkor azt hogy csináljuk, és akkor azt hogy csináljuk, és akkor azt hogy van, és akkor írogat. Tehát, hogy ez így nem gondoltam volna, hogy tényleg vannak ilyen emberek, akiket ilyen mélységig érdekel, de szenzációs élmény volt. Úgyhogy igazából mi ezt szeretnénk, vagy ezt igazából én ennek láttam a hiányát, és akkor ezt ölelték fel így a srácok is. Úgyhogy mi most ott járunk, hogy van ez a hely, megnyertük ezt a napelemes pályázatot, vagy nem. Én megpályáztam a napelemes pályázatot, és megnyertem, és most szerelték föl tegnap a napelemeket, úgyhogy kész van. Tehát, hogy van napelemünk, és ezen a szenzációs 2,5 éve húzódó őrületen keresztül így sikerült ezt megszerezni. Egy nagy pályázatíró vagyok, és nagy ilyen papírmunkás ember. Úgyhogy ez, hála jó Istennek, így folyatjuk a sárkány vérét. És mellette van egy alapítványunk. Az alapítványunk az életem egyik legnagyobb büszkesége. És
Az alapítványunkat Fahidi Éva alapította. Fahidi Éva tavaly szeptember 11-én hunyt elő, egy holokauszt túlélő hölgy volt, aki 97 évesen halt meg tavaly, és én, mint masszőr ismertem meg őt pár évvel ezelőtt, és jártam hozzá, és imádtam őt, és ő mindig azt mondta nekem, hogy nekem tehát nézzetek utána, hogy ő kinézzetek meg az interjút, egy szenzációs egyéniség, meg hát ő is Éva, de mindegy. Szóval, hogy Fahidi Éva, ő azt mondta nekem, hogy mert mindig ilyen csodabogárnak hívott engem, mert én mindig jöttem ezekkel az ötleteimmel, hogy nekem nincsen ilyen filantrópikus hagyatékom, mint a Bandinak, és hogy a Bandinak itt a Stilo alapítvány, és én is szeretnék egy ilyen valamit, hogy így az unokáimnak. És akkor így mondtam, hogy hát nekünk van ez az alapítvány ötletünk, és akkor így nézzük meg, és egy évig így beszélgettünk róla, meg odaadtam a papírokat, meg elvitték ügyvédhez, és azt mondta, hogy ez szenzációs, mert ő Debrecenben sok időt töltött egy tanyán, és hogyha mi megcsináljuk ezt az alapítványt, ő lesz az alapítónk, de két dolgot szeretne, hogy ültessünk minél több fát, és vigyünk ki minél több városi gyereket vidékre, hogy nézze meg, hogy milyen ez. Nézzék meg, hogy nem fán nő a dinnye, és nem tudom, így éljenek állatok között, és próbálják ki, hogy ez milyen. És májusban jegyezték be az alapítványt, és ő akkor már kórházban volt, és oda vittem be a papírokat, úgyhogy ő még ez a szenzációs életút mellé még így letett egy ilyen abszolút nagyon időszerű dolgot az utolsó pillanatban az asztalra, úgyhogy köszönjük szépen, és reméljük, hogy sikerül az ő szellemiségében vinni tovább ezt az alapítványt. Ez az alapítvány működtet egy nomád kempinget is. A nomád kempingre tök nagy az érdeklődés, cserkészekkel beszéltünk, waldorfosokkal beszéltünk az AKG-sekkel, és idén még nem, de jövőre majd szeretnénk tényleg minél több városi gyereket kivinni olyan körülmények közé, hogy tanulják meg, hogy milyen patakban fürdeni, meg úgy legyenek kint, meg nézzék meg, hogy milyen, amikor nálunk nincsen fényszennyezettség, másfél kilométerre van a legközelebbi lakott település, nagyon szép helyen lakunk, és nagyon-nagyon ideálisak még a körülmények, úgyhogy ez még egy ilyen, tényleg ilyen igyekezünk érintetlenül hagyni a legtöbbet a környezetünkben, úgyhogy tapasztaljanak meg ebből a legtöbbet. Igen, alapítvány, igen, igen, még pár dolog. Őstermelők vagyunk ketten. Én nekem sikerült a kis termelőséget is kiváltanom, meg az egyéni vállalkozóit is, és akkor egy ilyen szent háromságban ilyen őstermelő, kis termelő, egyéni vállalkozóként így le tudunk fedni egy csomó mindent. Úgyhogy ez így folyamatos ilyen érdekességet. A magyar jogrendszernél izgalmasabb kevés van, és ráadásul az a jó, hogy folyamatosan változik, tehát, hogy mire rájövök arra, hogy mit, hogy kell csinálni, már nem úgy van, és egyébként is úgy sokféle módon értelmezhető, hála a jó Istennek cserébe, és abszolút szubjektív, úgyhogy így, és ráadásul még nehezített a pálya, mert mondjuk így általában vidéken a jegyző az mondjuk 5 falunak a dolgait intézi, és egynek is nagyon durva, nemhogy 5-nek, tehát, hogy általában a 30 napos határidők azok 130 naposak, ami csodálatos egy vállalkozó életében, tehát ezt mindannyian tudjuk, hogyha valamit kitaláltál ma, és mondjuk 130 nap múlva kapod meg rá a papírokat, akkor már tök mindegy. Úgyhogy így abszolút ilyen gyakorlatilag egy, hogy is mondjam, hogyha valaki szereti a kihívást, akkor így ez a hely az. És hogyha itt valamit létre tud hozni, akkor bárhol a világon. Úgyhogy ezt folyamatosan gyúrom, és hála a jó Istennek nálunk támogató a közeg, tehát a nekünk sikerült azt elérnünk, hogy amikor először ültettünk kendert, tehát ilyen ördögi növényeket, mint kender, meg ipari kender, meg CBD kender, akkor a helyi gazdák azok így megkérdezték, hogy ez mi, meg mire jó, és most már ők is ültetnek kendert. Szóval, hogy így nagyon szerencsések vagyunk, mert egyszerűen annyira jó fejek a mi szomszédaink, meg mi Cered mellett lakunk, Cereden van egy ilyen Ceredi Art Colony,
Ami azt jelenti, hogy az elmúlt 26 évben rengeteg művész járt ott, tehát nem ijednek meg mondjuk egy nem tudom rasztától, aki tofut szeretne vásárolni a boltban, és igazából ez nekünk egy ilyen hatalmas nagy előny, tehát egy ilyen kikövezett úton járunk, úgyhogy ez a része, ez tényleg csak szerencse, de nagyon-nagyon-nagyon nagy különbségek vannak azok között, a helyek között, ahol nem támogatóak a szomszédok, meg azok között, ahol tényleg talál az ember olyan helyeket, akik segítik a munkáját, és felajánlják, hogyha valamire szükségünk van, akkor szívesen beszállnak gépekkel, vagy bármilyen munkaerővel. Úgyhogy szerintem a tanyáról, meg a koncepcióról úgy körülbelül elmondtam mindent, és én nyitott vagyok kérdésekre, vagy még ne? Még mondjak valamit? Még mondjak valamit? Mondjak még. Egyébként én igen, hárman vagyunk, abból a Levi lakik a legrégebb óta kint, ő 2 éve kint él folyamatosan. Én rengeteg időt töltöttem kint, én ingáztam Budapest és a tanya között, úgyhogy 3 napot dolgoztam itt, és 4 napot voltam a tanyán. És csináltam egy évig, borzasztóan fárasztó, és most áprilisban felmondtam, de vissza fogok jönni havonta egyszer 1 hétre. Körülbelül egy hétre, 5 napra dolgozni, és így vannak állataink, tartunk kecskéket, van 6 kecskénk, 3 kutyánk, 3 macskánk, van egy permakultúrás kertünk. Tavaly azt sikerült elérnünk ezzel a kerttel, hogy de jó, hogy ez eszembe jutott. Szóval az történt tavaly, hogy én mindent írok, én ez az Excel táblázatos lány vagyok, és el tudom mondani, hogy tavaly annyi zöldséget termeltünk, most fogyott el ezen a hétvégén a kalákán, a fagyasztóból az utolsó zöldség, és nem vásároltunk hagymán és fokhagymán kívül mást tavaly június óta, és 50 önkéntesünk volt, és azok mellett, hogy 50 önkéntesünk volt, és az ő ételeiket is mi biztosítottuk, tavaly fejenként 35 000 forint volt a rezsink, ami az internetet, az áramot és az ételt tartalmazza magában. Tehát 35 000 forintba került az élet a tanyán, és ez az első évünk volt. Úgyhogy igazából szerintem számukban, és idéntől nem lesz áramszámlánk, mert ugye fent van a napelem, úgyhogy ez a kert, és ez is annyira jó volt, mert hogy ugye én nagyon szeretem, egyébként így nem tudom, tehát biztos vannak emberek, akik így összetör, hogyha valaki azt mondja, hogy hogy ezt nem lehet megcsinálni, én ez a nem iszok sört, de ezt a fog meg a söröm ember vagyok, és hogy igazából, amikor azt mondták a helyiek, hogy jaj, nem lehet kint, nem tudom mit csinálni, és akkor így csináltunk ilyen bakhátas magaságyásokat, meg csináltunk egy csomó mindent, ami szerintük nem működik, de nem tudom, ez mi? Ez. Az nem működik. Oké. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, de működött. Tehát működött, van zöldségünk, élnek a növényeink, tök jó minden. És szerintem ez így a mostani árak mellett azt mondani valakinek, hogy igazából, ha ide jössz, ennyi lesz a költséged. És persze ebben nincs benne mondjuk a telefonszámlám, de nem is gondolom, hogy fontos. Tehát, hogyha valaki, hogy lehet telefon nélkül élni, lehet autó nélkül élni, tehát konkrétan az, hogy mi ott éljünk, meg együnk, szerintem ez, ha kihozható havonta 35 000 forintból, akkor az ebben az országban, 2023-ban ez egy ilyen zseniális teljesítmény. És megcsináltuk, és mutatja az Excel táblázat, úgyhogy tényleg meg lehet oldani. Igen. Nem, nincs több. Nincs. Hát izgalmas, az biztos. Még inkább úgy érzem, hogy ott a helyem, és ideje most már meglátogatni titeket. Nem vagyok a számok embere, de ez a 35 000 forint, ez hármatokra értendő, vagy fejenként értendő? Fejenként. Úgyse rossz. Havonta. Tehát havonta 35 000 forint, ez az áram, az internet és a kaja.
Na akkor, amíg fölbátorodnak a népek, akkor megkérdezem én, hogy ugye rád, vagy esetedben emlékszem, hogy te ugye vegetáriánus vagy, alias vegán, tehát az megkönnyít a dolgon, de ott a hármatok közül, vagy a közösségben mindenki az? Én nagyon ritkán eszem húst, hogyha olyan körül... Tehát, hogyha én akkor eszek húst, hogyha mondjuk, mit tudom én, onnan kapjuk, vagy valami ilyesmi, nekem az ipari állattartással van problémám. Tehát, hogy én amikor, nem tudom, levágják a mangalicát a kovács fiúk, és adnak belőle... Siposik. Igen. Akit ismertem, meg láttam, hogy élt, akkor az abból eszek néha, különösen télen, mert az ilyenkor sokat számít. De hogy nagyon ritkán eszek húst, de néha eszek tényleg nagyon ritkán. A Levi abszolút eszik húst, tehát hogy ő rendesen eszik húst. És ő, ez is olyan érdekes igazából, mert hogy neki ez a rendesen eszik húst, ez a kb. Heti egyszer. Szóval, hogy én azt gondolnám, hogy ez lenne kb. Úgy valahogy így az emberi szervezet számára normális. Tehát nem minden nap háromszor, hanem mondjuk így néha jó minőségű, jó körülmények között tartott, tápláló, tiszta húst enni, azzal, főleg, ha te vágod le, hajrá. Tehát, hogy, de hogy nincs ezzel szerintem probléma, csak hát igen, tehát nem a hormonos csirke a... Szuper, de akkor amikor azt mondod, hogy megtermelitek javarészt az élelmiszereteket, akkor ugye növényekre gondolsz. Így van. Hát most még igen. De a levél... Eszitek a kecskéket is? Nem. Most le kellett volna vágni egy bakot, és eldöntöttem, hogy én leszek az, aki levágja, és meg kellett fogni, hogy így elvigyem, ahol rám nézett, és soha nem fogom tudni levágni. Tehát érte esélytelen. Te nem rá. Tudta, hogy kell rád nézni. De meg fogsz... Lemegyek és eltanulom. Nem lehet, ezt nem tudom. De egy hétig abban a hitben voltam, hogy te levélezd meg a kést, levágom a bakkácskét. De semmi esélye nincsen. De cserélünk nagyon sokat. Tehát, hogy például nagyon-nagyon sok mindent cserélünk, tényleg. Tehát, hogy ami tök jól működik vidéken. Tehát, hogy egyszerűen ez egy ilyen teljesen jól működő dolog, hogy mi, meg hát nekünk vannak olyan gépeink, ami nekik nincs, tehát, hogy ez is egy ilyen, tehát volt egy nyílt napunk, aki valaki bejött, és azt mondta, hogy te nem viccelek, így az viccelődbe összeget, van egy ilyen ipari olajplés, ami 800 ezerért vettük, azt ott van a csirkóba, nem kell? De. És másnap beültünk az autóba, elmentünk, és elhoztunk egy ilyen ipari olajprést, ami óránként ilyen 5-6 liter olajat prése. Akkor találkoztam ezzel az emberrel először, és rendesen tényleg a csirkeolból szedtük ki, mert hogy így egyszerűen megvette valamikor, nem kellett neki, tök szívesen odaadta. És például van, akinek van kukoricája, meg napraforgója, és azért, mert mi adunk érte, tehát odaadja a cuccot, mi visszaadjuk az olajat, és akkor kapunk mondjuk helyette valami mást. Tehát, hogy tök jól működnek ezek a, különösen a gépek. Tehát, hogyha van valakinek vidéken egy nem tudom milyen nagyon király GCB-je, ami nem tudom hány tízmilliós, azt se tudom, hogy mi ez pontosan, de láttam, mert rá van írva, akkor az ő gépe az tök könnyen kiemel tudom én, homokot nekünk a Valipiniből, és akkor a következő szezonban meg tudunk menni hozzá, mondjuk nem tudom a fatelepre segíteni, amikor baromi sok munka van, és nincs elég ember. Szóval, hogy ezek az ilyen gépesített cserék, meg munkacserék, ezek nagyon-nagyon jól tudnak működni. És milyen épületeitek vannak? Mert azért én láttam annó ott fotókat, hogy egyik épült a másik után, és ott már sok érdekes dolog van. Meg hát ugye ezt a Valipinit is, vagy azt most készültök? Nem, Valipini kész van. Kész van, a mesélj róla. A Valipini az egy Nonagon épület. Nekem ez egy ilyen, ez a Sacred Geometry, meg ez a ilyen számok, ez egy ilyen nagy kedvencem. És ez egy 9 szögű épület, ami így közel van ugye a körhöz. És a tájolása is speciális, meg az egész ilyen speckó. És 120 centi mélyen van, tehát fagypont alatt van az alja. És ott az a cél, egyrészt, hogy kitelepítsük a palántákat a házból, mert már nem lehet tőlük elférni. Másrészt meg, hogy megtoljuk egy kicsit a szezont, mert
A mi területünk az egy fagyzugos terület. Mi Zabartól vagyunk nem messze. Zabar Magyarország leghidegebb települése. Itt mínusz 34 fok volt a leghidegebb hőmérséklet, és ilyen brutál mínuszok vannak nálunk még, de már magasabb az éves átlag hőmérséklet, mint volt, és már nincsenek olyan cudartelek. És most kezdünk el mi belecsúszni majd egy ilyen... Tehát a mi elkövetkezendő szerintem 10 évünk az arról fog szólni, hogy nálunk lesz kb. Olyan az időjárás, mint így majd ilyen Budapest környékén. De ezek ilyen, nem tudom, szóval, hogy egy ilyen komolyabb fizikus mellett így félek ilyeneket mondani, mert egyrészt nem látok a jövőben, másrészt nem ez a szakmám, a harmadik meg nem szeretek ilyen kontár dolgokba belefolyni, de úgy valószínűleg úgy néz ki, hogy a mi területünk valamennyire normális, tehát nem lesz ennyire hideg, de hideg van, mert egy ilyen völgy folyóval húzza ki a levegőt, úgyhogy így nálunk már szeptemberben szoktak lenni fagyok. Ami azt jelenti, hogy a paradicsom az így augusztusban megérik, és akkor így nagyon gyorsan így sokat kell belőle enni, mert vége van 3 hét alatt az egésznek. Úgyhogy így a Valépinivel ki szeretnénk tolni a szezont, tehát már márciusban szeretnénk ültetni, és egészen novemberig, és akkor nem fog elfogyni március 20-án, vagy 19-én a fagyasztóból az étel, hanem mondjuk májusban fog elfogyni, és addigra meg már lesz új. Úgyhogy a Valépinek ez a szerepe. Milyen épületek vannak, az az eredeti kérdés. Áll egy vályokház, amit a Kovács B. Dani segítségével tavaly Kalákában sikerült így gatyába rázni, és köszönjük, mert az nagyon jó volt. Úgyhogy ez van, ez adott, és ez a mi központi épületünk, ahol például megtalálható a mosógép, meg megtalálható a konyha, meg ott sütjük a kenyeret, meg ott oda megyünk be, amikor együtt akarunk lenni, és kint nem lehet lenni. Mindenkinek saját területe van, és mindenki a saját területére épít majd dolgokat. És vannak ilyen... ilyen szerkezeteink. Tehát, hogy van egy lakókocsink, most érkezett hozzánk ilyen régi katonai konténer, tehát lehet aludni ilyen helyeken, de tervezünk majd rendes épületeket is szalmabálából, meg vályokból. Az a cél, hogy a felépülő épületek anyagait azt egy olyan 1,5 kilométeren belülről szerezzük be. Ennek nagy segítsége az, hogy ahogy kikanyarodunk a egyszem betonos útra, ott van egy fatelep, és nekik vannak ilyen gépeik, és akkor amit mi kivágunk fát, azt 1 kilométerre tudjuk elszállítani, ahol felvágják nekünk, és előkészítik. Ez is szerencse igazából. De van. Úgyhogy sokat dolgozunk saját anyagból. Ez 11 hektár most már. 3-mal indultunk, és akkor így vásároltunk. Megkerestük az összes helyi, ez az egész környék, ez a kárpótlások, akkor így ki elosztogatott területek voltak. Tehát voltak ilyen nénik meg bácsik, akik sose jártak még ott. De tényleg, tehát hogy volt olyan, hogy így, jaj, igen, tudom, hogy ott van valamilyen beszánthatatlan ilyen furcsaság, minek az magnak. És akkor így mi mondtuk, hogy hát... nem mindegy az magának, hogy nekünk minek kell. Nem ezt mondtuk, tök jobban lettünk velük egyébként, szóval, hogy így tényleg nagyon jó fejek a helyiek, meg nagyon aranyosak, de hát idősek, úgyhogy így megkerestük őket, és akkor így vettünk pár területet, és most járunk 11 hektárnál, amiben van majdnem 2 hektár akácerdő, és hát az akác az terjed, nő, és érdemes, meg kötelező is a legelőkről írtani, úgyhogy van építési anyagunk. Nincsenek méheink, és én nem is szeretnék méheket tartani, mert nagyon nagy felelősség szerintem, viszont van egy méhész, aki a mi területünkkel szembe hordja a méheit, most már 26 éve, Nagy Pál úr, és
Úgyhogy, ő oda hozza a méheket, és, de vannak még ismerősök, akiket kértünk, hogy hozzanak majd, mert Cered és környéke az egy ilyen nagyon, nagyon sok méz, az így Cered környékéről van. Tehát én találok itt Budapesten ceredi mézet. Nagyon szép vadvirágos rétek vannak, meg sok akác, úgyhogy azért oda sokat járnak a pesti méhészek, úgyhogy hozzák oda nekünk a méheket, de... Picit mesél nekünk arról, hogy milyen terveitek, céljaitok vannak így az előttetek álló egy néhány évre. Jó. 300 millió tervünk van. A legfontosabb terv az az, hogy most mindenki kiköltözik a házba, meddig tehát nem, ugye megérkeztünk, és akkor így mindenki beköltözött a házba, és akkor kivéve én, aki lakókocsiba laktam, mert én vittem magammal egyet, kiköltözünk a házba, és felújítjuk a házat belülről. Ez most egy ilyen tök fontos projekt erre az évre. És a kertben új ágyásokat készítettünk. Ezek a magas ágyások, ezek ilyen Demeter struktúrájú magas ágyások, ilyen 7-8 évig nem nyúlunk hozzájuk, tehát nem bolygatjuk őket, a gombák azok ott úgy éldegélnek, és nem forgatjuk a földet, takarjuk, stb. Szóval, hogy amikor megcsinálunk egy ilyen magas ágyást, azt tényleg úgy készítjük el, hogy akkor ahhoz ne kelljen hozzányúlni, és bővítettünk a kerten, idén tavaly 3000 négyzetméteren ültettünk bent CBD kendert, kint 2000-en, mert hogy nekem az a hitvallásom, hogyha ültetünk közeli területekre olyan növényt, amit szeretnek a vadállatok, de az kijebb van, és ott nincs mozgás, akkor oda fognak menni. És ez így is volt tavaly. Tavaly a kinti kendert, azt így lelegelték, de nem jöttek be a bentire, mert kint már jól laktak, és úgy voltak vele, hogy itt kutya is van, meg ember is, meg minden, akkor menjünk már át a másikba, sokkal könnyebb. Úgyhogy így messzebb ültetünk ilyeneket a háztól. Mit fogunk idén csinálni? Úristen! Jönnek önk... Jaj, idén lesz egy csomó magyar önkéntes, mert volt egy csoport, és ott valamit felkaptak, és akkor így jöttek így. Úgyhogy valamilyen oknál fogva lesz egy csomó fiatal magyar önkéntes, ami nagyon jó. Felújítjuk a házat belülről, bővítjük a kertet, a Levi elkezdi csinálni a saját helyét, amiben egyrészt segítünk neki kalákában, meg nekem majd dolgom lesz megszervezni, hogy minden oda kerüljön, mert én vagyok itt a nagy szervező, de gondolom ez látszik. És a Levi pedig, ja, ki mit csinál? Ez tök fontos. A Levi alapjában véve víz... Van ilyen, hogy vízvezeték és csőszerelő? Van ilyen szak? Akkor ő az. És mindent meg tud szerelni. Tehát, hogy én nagyon szerencsém van, mert hogy ő jött, és ne, nem én szeret, tehát nem én, ő jött, tehát ő akart oda költözni, így ügyvéd úr. Szóval ő tényleg megkeresett engem, és ő oda akart költözni, és egyébként előtte Ozorán volt ez egyik ilyen építő, és ilyen organikus építészettel foglalkozik. Tehát annyira durva, mert így meg tudja azt csinálni, hogy egy darab fát így benéz, így leveg, és egy milliméter pontossággal oda helyezi, ahova ő ezt szeretné. Nem is nagyon kedveli az én rajzolt terveimet, mert szerint ez a matekos dolgok nem működnek, úgyhogy érdekes élmény vele együtt dolgozni. De ő ezzel foglalkozik. A Fecó pedig grafikus, és világéletében nyomdászként meg grafikai munkákat csinál, és egyébként ő otthonról dolgozik, és az összes anyagunkat, logunkat, terveinket, mindent ő csinál. Tehát ő az, aki így a mi kifele történő kommunikációnkat így viszi, és hogy ez is egy ilyen tök jó dolog. Úgyhogy ők ezzel foglalkoznak, meg hát mindent, mindenki csinál mindent gyakorlatilag a tanyán. Azért nem nagyon tudok még most sokkal több ilyen konkrét tervet mondani ezzel a kapcsolatban, hogy negyed évenként ülünk le, és most járt le az első negyed év, és most fogunk leülni húsvétkor megbeszélni a következő negyed évet, hogy konkrétan mikor mit fogunk csinálni, ugye nem tudom, de azt tudom, hogy fogunk csinálni egy öntözőtavat valamikor az elkövetkezendő években, meg lesz egy ilyen vízrendszer kiépítve, hogy
mit tudom én, innen oda folyik, onnan meg ide, de ez is, ez se az én dolgom. Szóval, hogy ez is olyan, hogy így a víz az úgy lett a házba, hogy így egyszer csak a Levi mondta, hogy jaj, folyik a csap, és a mai napig nem tudom, hogy hogy került a kútból a csapba, és nem is érdekel, de ő meg tudja csinálni, szóval, hogy ez egy abszolút az ő dolga. És hosszú távú tervek az meg ez, hogy jöjjenek nyáron táborozni a gyerekek, és szeretnénk ilyen sávos rendszert, tehát hogyha jön egy csoport, és ők megcsinálnak valamit, akkor mi hajlandóak vagyunk szignifikánsan elengedni a tábori összegből. Tehát, hogy mi igazából azt szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének ebben, és megtanulnák ezeket a dolgokat, és bekoszolnák a kezüket, és kipróbálnák, hogy miket kell csinálni, mert van a Pablónak egy beszéde, a Pabló az ilyen közösségszervező, ahol azt mondja, hogy mi vagyunk a varjak generációja, és a varjak generációja az az a generáció, aki ilyen szedetvedett fészket épít, de a sasok meg a szedetvedett fészkekre szeretnek így fészkelni. És én azt gondolom, hogy a mi generációnk az az, akinek tényleg már csinálni kéne ezeket a dolgokat, hogy majd a következő generáció az így tudjon mire építeni, úgyhogy mi ebbe vagyunk. Nem, hát akkor belém még egy kérdés szorult, ha még szabad. Pacsamama csókjáról mesélnél nekünk? Beszélek róla nagyon szívesen, de az én gyerekem vagy vállalkozásom. Ez a Kissed by Pacsamama, ez az ottani helyi gyógynövényekből készült termékek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy mi limitált mennyiségeket gyártunk, és van egy ilyen, kb. Kiszámoltuk azt, hogy mi az, amit mi úgy tudunk megtermelni bevételt, hogy közben a mi életminőségünk az így nem lesz ettől ilyen nehezített, meg feszített. Tehát, hogy egyrészt én tudom, most már tudjuk azt, hogy a világ az így nem egy végtelen forrásokból álló valami. Tehát, hogy egyszerűen a természet véges. Mi úgy kezdtük ezt az egész projektet, hogy kihívtam egy agrármérnököt, és megkérdeztem, hogy mérje ki a területen a vizet, a földet, stb., hogy hány ember tud itt úgy élni, hogy ez még regeneratív mezőgazdaságnak számít. Ő mondott egy számot, ennél mi kevesebbet szeretnénk, hogy ott lakjon, de hogy mi konkrétan megnéztük azt, hogy mi az, amivel nem pusztítunk, hanem még tudjuk esetleg fenntartani azt a környezeti struktúrát, ami ott van abban a mikroklímával, amit mi találtunk, és konkrétan tényleg így ment a kis ásójával, vette az ilyen mintákat, és a pacsamama is így épül föl, hogy igazából ami ott készül, nem tudom, ilyen aromavizek, hidegenpréselt olajokból, kozmetikumok, stb. Ezekből ilyen 50-60 darab készül, és ennyi, és nem csinálunk többet, és nem akarunk folyamatosan növekedni, és nem cél a GDP hatványozott százalékban történő emelkedése, hanem inkább az a cél, hogy így fenntartsunk egy olyan egyensúlyt, amiben mi is jól érezzük magunkat, és folyamatosan az összes tevékenységünkkel termőföldet kultiválunk, vizet tisztítunk, és nem. Igen, tehát a Kissed by Pacsamama erről szól, és egy ilyen nagyon erős gender propaganda is, tehát, hogy ilyen titokban, szóval azért ez nem ezt, tehát, hogy így nem erőltetem annyira, de szerintem így a gender Magyarországon az egy olyan növény, ami így nő mindenhol, és hogy hülyeség ezt nem kihasználni. És itt most nem arról van szó, hogy mindenki szívjon füvet, mert nem ezt mondom, hanem azt, hogy igazából van egy növény, ami a világon rengeteg sok pénzhoz nagyon nagy ipari mágnásnak, nálunk meg nő mindenhol, és mi meg úgy teszünk, minthogyha ez valamilyen fura dolog lenne, pedig igazából így tök jó lenne kihasználni. Megnézzük a térképen, vannak Magyarországon ilyenek, hogy így hívják, hogy kenderáztató tó az a neve. Tehát azért, mert ezt erre használták, mi tök nagy exportőrök voltunk annó, úgyhogy így igazából tök jó lenne, mint a reintroduction. Működik. Én úgy tudom, hogy rendszerváltásig a 90-es évekig Magyarország kender nagy hatalom volt a világon. A kenderből egyébként hihetetlenül sokféle dolgot lehet készíteni, úgyhogy nem ártana ehhez visszatalálni. De szerintem eljött a pillanat, bocsánat, akkor ha megengedi a hölgy, innen indítom, mert akkor erre adnám a mikrofont, és akkor utána majd hátra a hölgynek. Köszönöm szépen.
Kenderesi lévén, már hogy mint község. Benneved? Nem, hogy ott nőttem föl, meg okay. A szomszédban. Szóval ti mire használjátok? Azon túl, hogy lelegelik a vadállatok. Hát nem csak a vadállatok legelik, hanem nálunk kiegészítő takarmány is. Tehát, hogy a nagyon sokáig ezt adjuk utána a kecskéknek, akik, amikor vége van a zöld takarmánynak, akkor ezt kapják így szárítva. Nagyon szeretik. Aztán egyrészt én főzök belőle aromavizet, meg eszenciális olajat. A kendernek a vize, tehát ezzel a pálinka főzővel desztillált vize, az egy ilyen hihetetlenül sok gyógy hatású anyaggal telített víz. Ez nagyon-nagyon jó aknés, problémás bőre, hajhullásra. Tehát, hogyha csak simán kidesztiláljuk magát a kendernek a leveleit, akkor abból nyerünk egy olyan gazdag vizet, amilyen nem tudom, milyen márkát mondjak, de hogy ilyen kenderbever. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon kenderbever. Szóval tényleg nagyon jó minőségű gyógyvíz. Úgyhogy erre használ... Bocsánat. Csak a kannabinoidokról beszélsz most, vagy nem? Tehát, hogyha akár az ipari kendert nézzük, ami nem a kannabinoidok, most ez így nehéz lesz, szóval, hogy... Rengeteg így, féle van, csak azért kérdezem, igen, is, hogy de, arról van szó, mint hatóanyag, vagy nem? A kender levelében igazából nem ezek a hatóanyagok vannak meg leginkább, hanem ásványi anyagok vannak benne, illóolajok vannak benne, nagyon-nagyon sokféle anyag van benne, és van belőle egy nagyon sok minden, ami gyulladás csökkentő. Ezért nagyon jó például mondjuk egy korpás szeborás bőrre, és ez még nem járunk itt a nagyon szofisztikált résznél, itt csak arról van szó, hogy csinálsz egy teát a levélből. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon jó gyógynövény, mint ahogy mondjuk a csalán is, meg egy csomó minden más is. Itt mondjuk speciál azért jobb a kender, mert a csalán az egyrészt nehezen begyűjtető, másrészt meg ekkorára nő a kender, meg 2,5 méterre nő, tehát egy száron sokkal több anyagot tudok leszedni róla, sokkal több széndioxidot köt meg, mindent kiszed a talajból. Hála Jóstennek nálunk nincs talajszennyezés, de hogyha vetünk kendert, és olyan helyen vetjük a kendert, ahol a talaj nagyon rossz minőségű, a kendert az első évben nem lehet felhasználni, mert egyszer kiszed mindent a talajból, tehát tisztítja a talajt. Akkor a kender magja az egy hihetetlenül magas fehérje tartalmú történet, amit relatív egyszerű feldolgozni. Nekünk ugye mondom, lett ez az ilyen olajprés, úgyhogy lett olaj belőle. A kenderolaja nagyon egészséges, a kendermagolaja csak Magyarországon, csak a kendermagolajából lehet felhasználni bármit. A kendermagjából lehet olajat készíteni. Nem készítünk a virágból CBD olajat, mert nem lehet. De ha lehetne, akkor a virágból csinálhatnánk CBD olajat, és akkor az is nagyon sok mindenre jó. Most már egyre több hatóanyagot tudunk, hogy az így jó. Akkor maga a kender szára, az nagyon, tehát szigetelő anyag, kenderbeton, de hát ilyen ódákat lehetne zengeni róla. Az, hogy mi mire használjuk éppen, az, amire van kapacitásunk. De hogy mi mulcsoltunk vele tavaly, nagyon-nagyon jó volt a fedőrétegnek, mert ez a zúzott szár, ez olyan, mint a szivacs. Tehát, hogy így igazából nem kellett locsolnunk. Úgyhogy megnő, eldől, összetöröd, ilyen király fedőanyag lesz. Úgyhogy erre is nagyon-nagyon jó. És tényleg, tehát, hogy nagyon sok mindenre lehet használni. Úgyhogy... Csak még egy apró kérdés, hogy mit szólsz ahhoz, hogy egy hektár eltart 8 embert? Nem tudom, sem. Nálatok hogy néz ki az agrárnyelvöket említett? Megfolni azt, hogy a kender hány. Nem, a kender félretesz egy hektáron megtermő zöldség, növény. Szerintem nem kell egy hektár se. 8 embernek? Nem, szerintem nem. Attól függ, hogy milyen ételt eszik, attól függ, hogy milyenek az igényei, attól függ, hogy milyen a kert. Tehát mondom, ez a magas ágyás, ez azért nagyon, meg ugye van egy csomó ilyen vertikális történet, meg annyi minden van, szóval, hogy ez ilyen, tudod, ez a mennyi 30, tehát hogy ez az, hogy egy hektár, meg hogy néz az ki, meg hogy esik, meg abból milyen a föld, meg nem tudom, szóval ezek ilyen oké. Egy hektár eltart 8 embert, de nekünk a kertünk 3000 négyzetméter, és tavaly hárman, ugye, megmondom, ez a rengeteg önkéntes, ez igazából 4 magas ágyásnyi zöldséget evett.
és ez a négy ágyás sem ilyen, nem tudom, végtelenül hosszú, hanem egy ilyen, nem tudom, kb. Innen a piros ajtóig ekkora egy ágyás. Tehát, hogy szerintem nem kell olyan nagyon-nagyon-nagyon sok terület ehhez. Ami nagyon fontos, az az, hogyha nem bolygatjuk a növényeket, ugye beleszakad a gyökerük, és egészséges növényeink vannak, aminek magas a tápértéke, akkor igazából nem is kell belőle annyit enned, mert egy paradicsomtól jól laksz, mert abban van cucc. Tehát, hogy ez is olyan, hogy lehet, hogy valaki kimérte, hogy nem tudom, Pesten az ember 20 kiló zöldséget eszik per hét, de az a zöldség az milyen? Tehát, hogy az az étel, amit nem étel, az az élelmiszer, amit itt veszünk, az igazából lehet, hogy egy pillanatnyi kielégülést okoz, de hogy hosszú távon, nem tudom, különböző emésztési problémákhoz vezet, tele van vegyszerrel, stb. Szóval, hogy nagyon nehéz ezeket itt számokban meghatározni, mert hogy méred azt ki, hogy nincs vegyszer az ételben, hogy leszeded, és megfőzöd, és körülbelül a leszedéstől a tálalásig eltelt 20 perc, és hogy az az egy kiló répa az ugyanaz lesz, mint az az egy kiló répa, amit Spanyolországban leszedtek útközben, mesterségesen érleltek, utazott nem tudom mennyit, által nem tudom hol, ki lett pakolva, ott még átforgatták, még lesprészték, megvilágították a fényjel, és nem tudom mikor látott. Lehet, hogy nem látott soha földet, mert mondjuk ilyen hidropóniás cuccokban nőtt, és soha nem látott napfényt, mert mondjuk lámpa világította. Tehát, hogy az az egy kiló, az ugyanaz az egy kiló, mint a nógrádi növény, szóval nem tudok erre válaszolni. Jó, oké, várlak szeretettel. Oké, köszi. A kenterből egyébként kötelet is lehet csinálni a szállalból. Persze. A kötelet. Elnézést, van egy régi híradó felvételünk a ceredi kötélverő asszonyokról, akik ott fűzik a kentert, és rendesen ceredik. Mondtad, hogy 35 ezer forint rezsi havonta, de hát azokat a növényeket valahonnan be kell szerezni, meg magokat, amiket ti elültettetek. Igen. Most már önfenntartóvá vált, vagy pedig még mindig be kell szereznetek? Tehát, hogy van ez? Cost benefit, stb. Én nem fogtam magokat tavaly. Ennek nagyon sok oka volt. Tehát tényleg az én elmúlt két évem az egy iszonyatosan nehezített pálya volt, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon nehéz volt. Úgyhogy én tavaly nem fogtam magokat. De el tudom mondani, hogy tavaly mi magokra, meg hát palántákra nem költöttünk, mert rengeteg palántát kaptunk így mindenhonnan, de 18 ezer forintot költöttünk tavaly magokra. Ennyi. Tehát, hogy nem drága a magám, tehát, hogy nem az a legdrágább tétele a zöldségtermesztésnek. Meg tényleg rengeteg magbőrze van, nagyon-nagyon sok helyen lehet magokat cserélni, tehát hogy lehetne magot fogni, tavaly is lehetett volna, de tényleg ez ilyen teljesen magán történet volt, ami miatt én már ilyen kis finom részletekben nem tudtam belemenni. Majd idén. De hát az is számít, hogy azok a magok, amiket cseréltek, milyen minőségűek. Mert persze. Sem mindegy, hogy honnan, meg hogyan. Abszolút. Igen. De lehet egyébként itthon venni, vannak olyan cégek, akik árulnak nem génmódosított magokat, van ez a gén, van ez az intézet, aminek most nem jut az eszembe a neve, ahol minden évben lehet rendelni, egy vasárnapi napon szokták megnyitni, és februárban. Igen, a tápiószeri génbank, és akkor ott lehet rendelni 10 féle növényt, és azok őshonos magyar növények, úgyhogy abszolút onnan lehet nagyon sokszor rendelni ilyen legelő növényeket is. És például amikor mi jöttünk, akkor így a legelőt így vetettük be például ilyen őshonos magyar növényekkel, hogy dúsuljon a növényállomány, boldogok legyenek a kecskék. Nos, szorult még valakibe kérdés? Add hátra, kérlek szépen. Egy picit engem is az erdő kert érdekel. Szia, köszi az eladást, jó volt.
azt terveztétek, vagy csak vadon burjánzott, hogy alakult ez? Szóval, ez a terület, ezt elfelejtettem mondani, de tök jó, hogy ezt feltetted, ezt a kérdést. Az 1900-as évek elején itt lakott egy család. Tehát ez régen, ez egy gazdaság, egy működő gazdaság volt. Többféle legenda kering. Van egy olyan verziója, hogy itt lakott egy család, és akkor, amikor volt a nem tudom melyik háború, akkor megkapta a hőstetteiért cserébe a visszatérő katona ezt a területet, és akkor van egy ilyen vonulat, hogy így visszajött a hős, és akkor ott elkezdett valamit. Aztán van egy olyan vonulat is, hogy ez egy zsidó családnak a területe volt, és akkor ők vezettek egy nagy gazdaságot, akiket kideportáltak, amikor kideportálták őket az országból. Most még nem tudjuk, hogy mi az igazság. Azt tudjuk, hogy itt tényleg működött egy gazdaság, egy gyönyörű szép kúriával, és van egy ilyen fentről.hu nevezető weboldal, úgyhogy visszanéztük a régi ilyen katonai fotókat, és azt látjuk, hogy a vályokház, amiben lakunk, az az 50-es években épült, mert előtte nem volt ott a képeken, és az 50-es évektől meg ott van. Úgyhogy igazából az történt, hogy valamikor, valamilyen ponton jött ez a télszes időszak, és ők einstandolták ezt az egészet. És amikor ők elvitték ezt a területet, akkor csináltak két dolgot. Ezen a környéken, ahol mi lakunk, itt mindig állattartás volt a jellemző, mert annyira dimbes, dombos, hogy nem lehetett gépekkel megművelni, ezért hála a jó Istennek, senki nem vetett oda semmit, és nem rakta tele vegyszerre, mert nem lehetett rámenni a traktorral. Úgyhogy így mindig ilyen bárányokat, meg szürke marhákat tartottak, és ami nekünk most a kertünk, az volt régen az a hely, ahova beterelték ezeket az állatokat, cirka 60 vagy 70 évig az volt az ő. Most kéne egy szakszó, amit én nem tudok, igen, egy ilyen nagy nyílt terület, és ezért nálunk ott van 30, amit utána, amint felbomlott a TS, és szétesett az egész rendszer, akkor hagytak 30 évig, és ott nekünk egyébként egy ilyen beach homok van mindenhol, tehát ez az ilyen sárga színű, ilyen omló homok van, kivéve a kert területét, mert van 35 centi eléggé jó termőföld, hiszen 60 évig oda jártak az állatok elvégezni a dolgukat, és hála jó Istennek nekünk ez adott egy nagyon jó alapot. És körülötte van egy erdő, ami egy természetes erdősülés, ami meg a madarak odahordták a magukat, és van vagy 15 féle fánk. Tehát, hogy igazából itt egy csomó minden, ami ott történt, az az évek során így azáltal, hogy azt valaki ott hagyta, így elburjánzott, és így visszanyerte egy részét ugye a természet, egy részét az ember, ahogy beavatkozott, egy része szerencse, és akkor mi ezt próbáltuk meg most úgy alakítani, hogy megfeleljen a mi igényeinknek, de nem megváltoztatni ezt az egészet. Azáltal, hogy nekünk van ez a kör alakú kertünk, amit egy erdő vesz körbe, és körülöttünk van hatalmas nagy, tehát ilyen 100 hektárnyi legelő terület. Ez úgy néz ki, hogy minden áldott nyári este felszáll a pára a legelőkről, és ami hűvös erdőnk alatt lecsapódik, ezáltal nekünk soha nem kell locsolni. Mert a kertünk, az valószínűleg volt benne tervezés a TS részéről, hogy oda raktak mondjuk, nem tudom, ilyen tövises fákat, hogy ne jöjjenek be az állatok, de ezek a tövises fák így megmentek, lett egy csomó árnyékos terület, és ezáltal nekünk a kertünkben van egy páracsapda, ami most tervezgethetnénk, és akkor lenne majd 40 év múlva, de soha nem lenne olyan, mint amilyen most, mert ez most úgy alakult ki, ahogy akart, és hogy így igazából nem tudom, szóval, hogy így van egy csomó olyan rész itt, amivel igazából azt kellett kitalálnunk, hogy hogyan menjünk ezekkel. Tehát, hogy körbenézel, ott éltünk két évet úgy, hogy csak azt néztük, hogy hogyan esik a nap, melyik egy szemfát vegyük ki, hova mit ültessünk, stb. Tehát, hogy így igazából az erdőkertnek a legnagyobb tervezése az a türelem volt, hogy oda menjünk, és végignézzük, és meg az én ilyen autista, nem tudom mi, hogy mindent írjunk le, és mindent rögzítsünk, és mindent rakjunk Excel táblázatba, mert ez majd nagyon fontos lesz akkor, amikor megcsináljuk ez. Tehát, hogy igazából így lett ez gyakorlatilag.
Tehát ebből az erdőkertből nem esztek, ha jól értem, hanem de hogy nem. De, hát mindent gyűjtünk. Én minden olyan, nem tudom, a bodzának minden részét felhasználjuk, abból mindent így megfőzünk. Akkor ott volt pár almafa, amit megfiatalítottunk, azt is csináljuk. Akkor a galagonyából, mit tudom, 4 féle cuccot raktam el tavaly. A kökényből van szirupunk, meg lekvárunk, meg mindent. Tehát én minden gomba. Hát ez Magyarország egyik legjobb, mindig ez igazi gombát szedtetek, az a vargánya. Ez egy ilyen nagyon-nagyon komoly vargányás terület. Tehát, hogy én nem tudok semmit a gombákról, azt a Levi tudja, és hogy így igazából ilyen nagyon sötét gombát, azt még most is rengeteg mindent szárítunk, és akkor azt is esszük. Tehát, hogy megyünk, jövünk, gyűjtögetünk, tehát, hogy abszolút felhasználunk minden ilyesmit, persze. Hát ezek tök jó dolgok, meg finomak. Legalábbis szerintem. Köszi. Két kérdésem lenne, az egyik, hogy mit jelent számotokra a regeneratív gazdálkodás, a másik pedig, hogy az önkéntesekkel kapcsolatban, hogy mire használjátok az önkénteseket, és milyen létszámban foglalkoztatjátok egy adott idő intervallumban. Mi volt az első kérdés? Regeneratív. Ja, mit jelent? Bocsánat. Fáradok egy kicsit. A regeneratív, oké. Számomra a regeneratív gazdálkodás az azt jelenti, hogyha például használunk egy földterületet, és azt a földterületet használjuk, akkor ott, ami egy adott négyzetméteren mi használunk, akkor mi lesz ott utána? Tehát, hogyha mi mondjuk egy ilyen magaságyást csinálunk, amit úgy készítünk elő, hogy ugye alulra kerülnek ezek a oda kellőtt, most nem megyek bele, hogy csinálunk magaságyást, de az a lényeg, hogy ott ugye van egy ilyen bícshomokos terület, ha simán ültetnék, akkor én elhasználnám ezt a 25 centit, vagy 30 centit, és utána elérném ezt a homokos területet, mint ahogy egyébként így az ipari történetek vannak, és vége van. Na most, amit mi csinálunk, az azt jelenti, hogy amikor mi elérjük a földszintet, mi ezt abba hagyjuk, és elmegyünk egy következő helyre, de alatta mi még mélyebben csináltunk egy extra 15 centi földet. Tehát amíg én 5-6 évig használom azt a területet, addig, amikor én ezt abba hagyom, plusz 15 centi föld lesz rajta, nem mínusz 25 termőföld. Tehát mindent, amit csinálunk, gyakorlatilag úgy csináljuk, hogy amikor mi ott azt a tevékenységet abba hagyjuk és pihentetjük, úgy hagyjuk ott, ahogy az volt, vagy jobb állapotban. És ugyanez van mondjuk a fákkal is. Tehát, hogyha most vannak fák, amiket muszáj vágni, tehát az, hogy a akác nőbe éppen a legelőre, és azt ki kell ritkítani, és kötelessége, hogy az ember ezeket megcsinálja, az egy dolog. De például vannak olyan tövisfák, amiket nálunk ki kellett stratégiai okból vágni, mert nem úgy esett a nem tudom, napfény. Ahelyett ültettünk 3 másikat. Tehát, hogy mi, amikor oda kerültünk, akkor kidőlt egy almafa, ültettünk helyette 3 másikat. 30 gyümölcsfával indítottunk. Tehát, hogy bármi, amit mi kiveszünk, abból beteszünk 3 másikat, lehetőleg úgy, hogy ne változtassuk meg az egész összképet. Tehát, hogy ez ne úgy nézzen ki, hogy jó, akkor most itt kivágunk egy fasort, és tök máshova visszarakjuk, hanem hogy megpróbáljuk megtartani ezeket az elemeket. Nem bolygatjuk a talajt, nem pakolgatunk. Az elején muszáj, de hogy hosszú távon nem egy ilyen, nem szedjük össze az avart, nem nincs lemanikűrözve az erdő, tehát onnantól kezdve, hogy elkezdődően, hogy áthatolhatatlan, tehát mindent hagyunk úgy, ahogy van, és a lehető legkevesebb dolgot vágjuk ki, szedjük le, írtjuk ki. Ha muszáj, akkor azt visszapótoljuk, ezt gondolom alatta. A másik meg, most meg a már, igen, köszönöm, azt hiszem az hangzott, hogy mire használjuk az önkénteseket. Nekem ez a használjuk, ez egy kicsit olyan, de értem a kérdést. Az van nálunk, hogy tehát egy tanyán általában van 10.685 feladat, és hogyha valamivel az ember végzett, akkor az újra termeli önmagát, mert mondjuk, ha összeszedte a tűzifát, akkor megint leesett valami, és azt is össze kell szedni. Tehát sosincs vége. Úgyhogy nálunk van egy ilyen történet, hogyha jönnek az önkéntesek, akkor így felajánljuk, hogy ez a 10 prioritás, ez a 10 választható lehetőség, meg ez a 10, amit így hobbi szinten nőzhetsz, és válasz ebből, amit te, nagyon fontos, hogy mindenki, aki jön, azzal úgy, ahhoz úgy viszonyulunk, hogy csináld azt, amit tök szívesen csinálsz. Tehát, hogyha te odamész és küzdesz, hagyd ott,
van annyi feladat, hogy csináld azt, amit te szívesen csinálsz. Tök fontos, hogy aki hozzánk jön, az érezze ott jól magát, és mivel annyi mindent kell csinálni, mindig vannak ilyen. Valami van, amit valaki szívesen fog csinálni. Úgyhogy elsődlegesen az a feladat, hogy találd meg ebben a feladatrengetegben azt, amit te szívesen csinálsz, és mi úgy szoktuk csinálni, hogy ha nehéz fizikai munkát végeznek, akkor ilyen 4-5 órát kérünk tőlük, ha meg mondjuk kecskét kell legeltetni, ami 2x2 óra ülés egy széken, akkor meg így 6 órát kérünk tőlük, és ha valaki hosszabb időre jön, akkor 6 napot kérünk, és a 7. az ilyen mész, amire állsz, csinálsz, amit akarsz, pihengetsz, vagy nem tudom. És ezért ugye mi szállást és ételt adunk cserébe, és mire használjuk őket? Nagyon sokszor használjuk őket az ilyen rutin feladatokra, például ezt, hogy kihajtani a kecskéket, elmosogatni, segíteni elpakolni, fölvágni a tűzifát, de nagyon sokszor van adott projekt, például mondjuk egy, nem tudom, tapasztás, vagy egy valipini építés, vagy akármi, és akkor meg az van, hogy gyere ide, állj ide, húzd meg, fogd meg, emeld meg, stb. Tehát, hogy ilyen, de a legjobb az tényleg ezeket a kialakult napi rutinokba a legkönnyebb beilleszteni az önkénteseket, mert az általában különösen az állatok, azok egy idő után így rá, tehát hogyha én kinyitom 10-kor az ajtót, ő magától is felmenne, csak mondjuk lehet, hogy lelegelne egy-két olyan gyümölcsfát, amit nem szeretnék, úgyhogy érdemes, hogy valaki ott legyen, de hogy ezek általában szinte maguktól működnének, igényel valami felügyeletet, de jobb, ha nem mi csináljuk, mert akkor mi tudunk fontosabb vagy összetettebb feladatokban részt venni. Úgyhogy ez, meg szoktak lenni ilyen vannak ilyen, tehát hogy mondjuk nem tudom, van egy ilyen előkészítési fázis, amikor le kell olajjal kenni nagyon sok mindent, és amikor már végzel, újra le kell olajjal kenni nagyon sok mindent, és ilyeneket például, tehát amik tényleg ilyen egyszeri történés, könnyen elmagyarázható, stb. Úgyhogy leginkább ez, de fú, nagyon sok. Tehát volt olyan önkéntesünk, aki megérkezett, közölte a 8. napján, hogy egyébként ő drónos videókat készít Malajziában, és ő micsoda, nem tudom, és így mivel drónos, azonnal menjék ki drónozni, de most már miről beszélsz, hogy én ezt nem tudtam 8 napig. És ő például 2 napig drónozta a területet, ami nekünk azért volt nagyon nagy segítség, mert ezek a drónos felvételek az egész télen arról szóltak, hogy mit hova fogunk rakni, mit, hogy kell meg tervezni, abban a pillanatban láttuk ezt az egészet felülről, hogy hova folynak a vizeink, meg mit kellene, hogy fújhatnak a szelek, és ha azt kiváljuk, annak mi lesz a következménye. Tehát, hogy van benne egy ilyen tök jó buli, hogy a drónt azt fel lehet rakni az Instagramra, de hát arra is nagyon jó, hogy megnézed az egészet fölülről. Úgyhogy önkéntesek azok ilyen, meg nagyon sokszor az van, hogy kitalálok valamit, és akkor jön egy önkéntes, és jön egy olyan ötlettel, meg jön egy olyan habitussal, hogy így fú, töfőcs, mindent dobjunk el, és csináljuk azt, amit a Béla mond, mert ez sokkal jobb. Tehát, hogy igazából ez a mire használjuk ezeket ilyen, tehát, hogy annyira sok impulzus jön, és fiataloktól, hát most túl lelkesedtem kicsit, így, a mostani fiatalok azért sokkal okosabbak, mint én. Szóval, hogy így kitalálhatom én, hogy ő mit csináljon. Olyan dolgokat hoznak be, amit így soha nem is hallottam, nem is láttam, eszembe se jutott volna. És akkor így jön, és akkor 3,5 perc alatt így lerak valamit az asztalra, hogy így, jé, hát köszi. Tehát, hogy kooperálunk. Köszönöm. Én köszönöm. A Balázs azzal ígérte be ezt a mai showt, téged, hogy te éled a mély alkalmazkodás alapelveit. Hogy tudod, így egy kicsit kategorizálva az elengedtem, meg visszahoztam, meg stb. Dolgokat rendszerezni? Tehát erről készültem. Erről csináltam ilyen. Igen, persze, hogy ne tudnám, abszolút. Természetesen. Azt hiszem, a Misinek volt egy olyan mondata, hogy amikor kiköltözik az ember vidékre, és Budapestről tervezi, akkor az teljesen más. Én azt mondtam valakinek egyszer, hogy
amikor az ember itt Budapesten kitervezi egy, nem tudom, darab papíron, meg Excel táblázatban, hogy majd ezt fogom csinálni, az kicsit olyan, minthogyha egy tenger alatt járón élnél, és azt találnád ki, hogy hogy leszel majd ilyen fánlakó busman, hogy így fogalmad nincs arról, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy tényleg nem lehet előre tervezni. Ezért az szokott lenni, hogy kiköltözik bárki, de nálunk ez így volt, hogy kiköltözött a mondjuk a Levi, vagy kiköltözött a Fecó a kis motyókáival, hogy ez milyen fontos lesz, és az első év végén így elmegyek velük a kis raktárba, a kis dobozommal, hogy akkor mi az, amit most már egy éve nem használsz, és hogy így gyorsan szedjük ezt össze, és adjuk oda a helyi charitynek, vagy valaminek, mert tök fölösleges dolgok halmazát tartjuk meg mi emberek, amikről azt gondoljuk, hogy igen. Tehát, hogy így egyrészt ez az elengedés, de másrészt ez ahhoz is tartozik, hogy igazából magának ez az egész ilyen, mi az, ami nagyon fontos a számomra, mi az, amit fizikailag tényleg fogok használni és megtartom, és mi azok a metódusok, amiket megtartok. És ebbe is van egy ilyen szemléletbeli változás, hogy amikor én kiköltözöm, majd ezt fogom csinálni, és akkor rájössz arra, hogy nem tudod azt csinálni, és kedved sincsen hozzá. És igazából ez az egész témakör egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon valós lesz, és nagyon fontos az, hogy mi szeretnénk különböző struktúrákat. Tehát, hogy van egy vályogházunk, van egy, mert ugye egy csomó mindenki például úgy képzeli ezt el, hogy majd letesz egy ilyen házat, egy ilyen fix konténerházat, amiből nekünk van egy a tanyán, köszönhetően annak, hogy az édesanyám azt hitte, hogy én ott fogok lakni majd egy sátorba, és ezért így annyira nagyon féltett, hogy ő beruházott egy ilyen pakoló konténerre, hogy én tudjak majd valahol aludni, és mindig az szokott lenni, hogy jön valaki, hogy majd ő is ilyet szeretne. Semmi gond, tölts el nyáron egy éjszakát egy ilyenbe, és hallgasd meg, ahogy az recseg, ropog, 40 fokos, élhetetlen, borzasztó, és utána értékeld át ezeket a dolgokat. Tehát, hogy egyrészt ugye van egy ilyen teljesen gyakorlati része ennek, hogy mi az, amit át lehet vinni innen oda, mi az, amit muszáj elengedni. Ezt mi tényleg tehát miután mi fogtuk magunkat, és kimentünk, és láttuk, hogy mi van, és ott felhalmoztuk ezeket, és így ezeket itt szépen meg tudjuk mutatni. A metódusoknál is van egy csomó ilyen, hogy például lehet, hogy matematikailag a sparhelt az nem a legjobb fűtési metódus, de amikor van egy sparhelt, ami egy pici helységet, egy jól szigetelt vályogházban pillanatok alatt fölfűt, és mellette tudok rajta főzni, és mellette meg tudom rajta melegíteni a vizemet, akkor ha ezeket mind-mind összeadom, jobban járok, mint hogyha lenne egy 120 literes bojlerem, és lenne egy gázezem, és lenne egy... És ezeket ilyen, ezek a régi metódusok, meg tárgyak, ezek így kivéve a kontextusából nem mindig kiszámolható. De amikor így visszapakoljuk azt, hogy egy sparhelten egyszerre tudok kenyeret sütni, vacsorát főzni, vizet melegíteni, és felmelegíti a szobát, akkor ott már nem biztos, hogy annyira rossz lesz a metódus. Úgyhogy hogy rengeteg sok mindent kipróbáltunk, és tényleg, tehát, hogy tényleg elmentünk, vettünk egy sparhelyet, beszereltük, és megnéztük, hogy azzal milyen lesz a fa felhasználás, meg fűtöttünk elektromossággal is, és megnéztük azt is, hogy milyen lesz az elektromos számla, és megcsináltuk szigeteléssel és szigetelés nélkül is. Ezt mondjuk nem akartuk, de hát volt ilyen is. Akkor én ebből a, tehát van ez a megtartás, elengedés, visszahozás, ezekről mindegyikről órákat lehetne beszélni, de inkább a megbékélésről szeretnék beszélni a legtöbbet most így a végére, vagy nem is tudom, hol járunk. Nagyon-nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, és most meg is vagyok egy kicsit lepődve, hogy ez a menekülés, meg hogy ilyen, mit tudom én, ha majd összeomlatok, akkor majd így oda fogtok-e elbújni, meg ilyesmi. És se menekülni, se elbújni nem szeretnék, meg leginkább nem akarom ilyen mentalitásban élni az életemet. Tehát, hogy én nem vagyok egy, nem akarok egy ilyen üzött vaddá válni, vagy nem tudom, szóval, hogy én így, én szeretnék így ember maradni, és akkor így, és jó emberé válni, valahogy ez a ilyen inspirációim vannak a jövővel kapcsolatban. És
Ez a megbékélés, ez a közösségi szinten a legnagyobb kérdés. Tehát az, hogy összekerül három ember, akinek van egy világképe, és akkor mondjuk az a, nekünk tényleg ez a közös pontunk, hogy mind a hárman azt gondoljuk, hogy egy visszafordíthatatlan folyamat indult el, aminek nem lesz jó a vége, mi adaptáció, és hogy ebben mi valahogy egy olyan minőségi életet szeretnénk élni, ami nekünk jó, de nem kényelmes, nem kompromisszummentes, nem kizsákmányoló, és ehhez kell egy nagyon-nagyon-nagyon szolid megbékélés azzal, ami nem tudjuk, hogy mi lesz, de sejthető. És ez a témakör, ez nagyon erős, mert néha mondjuk van, hogy hármunk közül valamelyikünk az így éppen, nem tudom, kiakad valamin, tök mindegy, hogy például azon, hogy lemész a patakhoz, és látod a mikroműanyagot, a gyönyörű területet, akkor hogy kerül oda, vagy mit tudom én, ilyen, vannak ilyen dolgok, amik ilyen nagyon megrázóak, és akkor ebben a többieknek ezt az embert meg kell tartani, meg át kell vinni, meg türelem kell hozzá, meg mindannyian máshogy vagyunk más szinteken. Tehát, hogy én nekem más a vakfoltom, mint a Fecónak, meg a Levinek, és mondjuk nekem is van olyan, hogy jövök, és akkor ott nem tudom, dúlok, fúlok, és akkor ők mondják el azt, hogy én chill, mert ők már abban mondjuk jobb helyen állnak. Tehát a négy közül igazából a közösségben a valójában igazából a legnagyobb hangsúly ezen a megbékélés részen van, és ezen iszonyat sokat kell, sokkal többet kell ezen dolgozni, meg ennek az összehangolásán, mint bármelyik másikon. Pedig ez a legelvontabb, és az a legnehezebb szerintem. Én azt szeretném kérdezni, hogy így a közösség bővüléséről milyen elképzelésetek van, hogy ez az egyik, a másik meg ez lehet, hogy túl személyes, csak hogy így nektek nincs családotok, vagy lesz, vagy szóval, hogy ezzel mi a viszonyotok, hogy akkor ott valaki családot alapít, meg gyerekek, meg ilyesmi. Fú, nem tudom, mit mondjak most így. Nincs családom, de lesz. Nincs családom, de nem is lesz. Nem tudom, hogy mi lesz a jövőben. Én a Levi 43 éves, én 41 éves vagyok, a Fecó pedig 56, azt hiszem. Tehát a Fecónak ez a családi élet, neki van lánya, meg van egy unokája. És ettől függetlenül nagyon drukkolok neki. Most jár Tájföldön, mondtuk neki, hogy így hozzon már haza egy nagyon szorgos tájmenyecskét, de nem hozott. De igazából úgy van, tehát legyen, szóval, hogy így jöjjön mindenkinek, mindenki legyen boldog, meg legyen, tehát ez tök jól, tehát hogy állunk hozzá. Szerintem mind a hárman örülünk, ha a másik ember boldog, és nem tudom, családot alapít, meg gyereke lesz, tehát hogy van ilyen dolog a világban, és ez tök jó, szóval, hogy ez nincs ilyen policy, hogy már pedig te ide jöttél, és hogyha hozol egy nőt, el kell menned, tehát hogy ilyen nincsen, de ez egy ilyen kicsit, tehát hogy van egy ilyen irányszám, amit mi nem szeretnénk túllépni, és ez mi úgy tudjuk, hogy a mi kertünk az igazából 16 embert, meg ez a terület, meg ez az egész, meg a víz, meg minden 16 embert tud úgy ellátni, hogy az oké legyen, úgyhogy mi 12-ben állapodtunk meg azért, mert hát, ha még így csapódik hozzánk egy-két ilyen oldalkocsi, vagy nem tudom. És hogy képzelném el? Úgy képzelem, hogy minden rendben lesz, mindenki szeret, jönnek a jófej emberek, akik aztán így besimulnak így a közösségbe, és annyira egyszerű minden. Én csak így képzelek el dolgokat, mert ez így a legjobb. Hát hogy kell képzeljem el úgy, hogy borzasztó rossz, és nagyon keserves, és nehéz. Nem úgy képzelem el, de valószínűleg azért lesznek nehézségek. Szóval, hogy így várjuk szeretettel azokat, akik csatlakozni szeretnének, de nagyon fontos az, hogy aki
csatlakozni szeretne, annak el kell tölteni ott egy évet. Tehát, hogy a 4 szezonban uzamosabb időt kint kell élni a tanyán. Tehát meg kell tapasztalnia a márciustól májusig tartó non-stop sárszörföt, meg kell tapasztalni a mínusz 25 fokot, és ott kell lennie. És hogyha egy évet így végigcsinált, és még mindig szeretne csatlakozni, akkor van teljesen leírt egyértelmű csatlakozási feltételek vannak, tudjuk, hogy milyen területek megvásárolhatók körülöttünk, a mi területeinkből is lehet vásárolni, ha valakinek nincs aranykalászos gazdapapírja, és nem tud csak egy hektár alatti területet vásárolni, stb. Tehát, hogy így ki van dolgozva, egy ilyen metódus. Volt eddig 2 olyan ember, aki abszolút elkötelezett volt e felé, és szeretett volna jönni, és végig is csinált velünk egy évet, és töltött is kint időt, és egyedül is volt kint, és amikor oda került a dolog, hogy akkor most itt a papír, írjuk alá, akkor így kifalcolt az egészből, mert mit tudom én, hogy mik a valós okai, elment, és ez is rendben van. Tehát, hogy ezek mind rendben vannak, ezek a dolgok. Szóval, hogy így majd lesz valahogy. Mi még tök jó lenne, hogyha most egy ilyen pár éven belül még jönne 2 ember, mert sokkal egyszerű, tehát még 2 emberrel szignifikánsan könnyebb lenne az élet, de nincsen, így sincs gond, szóval, hogy minden oké. Okay. De várjuk szeretettel őket, van rá egy tervünk, van egy gondolatunk, vannak ötleteink, és minden évben, eddig, az elmúlt 3 évben, karácsonykor leülünk, és van egy ilyen alap tézis, hogy ez a, mert ugye mi nem vallási, meg ilyen, nem tudom, család, meg nincs ilyen origó, ami ilyen adott. Tehát nem az van, hogy tök jó ilyen szempontból a Krisna völgyben, mert ott tudjuk, hogy mi a középpont. Tehát, hogyha ez a vallásod, itt vagy, pont. Nálunk ilyen nincs, ezért minden évben leülünk, elővesszük az ilyen alapsztorit, és így megbeszéljük, hogy még mindig itt vagyunk. Tehát ez oké, még mindenkinek, és akkor aláírjuk, és utána innen indulunk, és utána meghozzuk a döntéseket, mert én azt gondolom, hogy az ember az egy ilyen organikus valami, ami változik, meg nem tudom, és hogy nem. Ez meg a másik, amit én itt tapasztaltam a magyar közösségben, hogy volt valaki, aki így jött ilyen, apuka jött, és megmondta, hogy már pedig ezt kell csinálni, és hogyha te ettől eltérsz, akkor elmehetsz, vagy nem tudom, és szerintem ez így nem jó. Szerintem jobb egy kicsit rugalmasnak lenni. Úgyhogy nálunk ilyen, jön majd egy negyedik, ötödik csatlakozó, és lehet, hogy behoz olyan színeket, amikre én nem gondoltam, vagy mi nem gondoltunk. Köszönöm. Én köszönöm a kérdést. No, valakivel ragadt még valami? Legalábbis kérdés. Moni. A gondolom konfliktusok, nem tudom. Tehát gondolom, hogy konfliktusok abban a közösségben is adódnak. Ezt hogy tudjátok kezelni, illetve hogy oldjátok meg a problémákat? Én ordítok általában először. Kirohanok a házból, elmegyek sétálni, megnyugszom, és azért megbeszéljük a dolgokat. Ez sokszor előfordul, hogy felidegesítem magam valamin, és akkor hogy elmegyek, és akkor hogy kint ordítok tovább, aztán visszajövök. A Levi nem beszél, ő így magába zárkozik, és mindenkit a hallgatásával büntet. A Fetó az meg elkomolytalankodja a legkomolyabb dolgokat is. De konfliktusok lesznek, meg vannak, és tanuljuk őket kezelni, meg ismerkedünk egymással, meg leginkább nem is a konfliktusok a legnagyobb problémák, hanem hogy van egy ilyen nagyon erős bizalmatlanság így a néplélekben, tehát hogy ez egy ilyen hányattatott sorsú, traumatizált vidék, ez a Kárpát-medence, és nagyon kevéssé bízunk meg egymásban, és ez ilyen nagyon erősen benne van az emberekben, úgyhogy nem a konfliktusokkal van a legnagyobb probléma, hanem ebben a vadidegen emberek ős bizalmának a kiépítése az eléggé nehézkes, de így, tehát, hogy én járok egyébként szervezetfejlesztési tréningekre, meg nyertem ilyen pályázatot a Magyar Iparkamarának, mentem egy ilyen üzletvezetési fejlesztési tréningére, meg minden, hogy megtanuljam ezt, szóval, hogy így tudom, hogy vannak ilyen gyenge pontjaim, és hogy nem kéne annyit, nem tudom felidegesíteni magam, meg stb. Úgyhogy ezt így tanuljuk. Viszont mindenki felé úgy van, hogy
van egy ilyen, ezt is a Pablo mondja egy előadásában, hogy van egy ilyen kötelezettség ebben, hogy mi egymásra szorulunk, mert hogy ebben van vállalkozás rész, meg van étel rész, meg ilyesmik, és hogy nem olyan rég volt egy iszonyat vitám a Levivel, de tényleg, tehát, hogy valamint felidegesített, és ott álltunk, és így ordítottam, meg állt, és mondta, hogy na jó, most az egyszer végig hallgatlak. És akkor így végig ordítottam, és eltett egy óra, és kellett valamit csinálni, és akkor be kellett mennem, mert hogy segítségre volt szükségem, és még így előtte tényleg, tehát, hogy tényleg ilyen, ez egy kanál vízbe megfolytalak, vagy nem tudom. És utána így egy óra múlva az volt, hogy de gyere már ki, légy szíves, mert nem bírom el ezt a ízét, jó, jövök, és akkor felraktuk, és este meg ment az a... Egyébként, amit akkor mondtál, az így nem esett. Jó, jó, van, igen, túlzásba vittem, és akkor ment tovább az élet. Szóval, hogy így értékeljük azt, hogy próbálunk változni, meg változtatni, de vannak hardcore vitáink, tehát, hogy amíg ketten voltunk a Levivel, addig nagyon nehéz volt, mert ugye eljutott egy vita egy olyan pontra, hogy ő azt mondta, hogy A, én meg azt mondtam, hogy B, és vége volt a történetnek. Most, hogy hárman vagyunk, most már egyszerűbb. Mert ugye egy csomó mindent, egyrészt van egy külső nézőpont, másrészt meg, ha szavazni kell, akkor valahogy csak lesz egy többségi nézőpont. De hogy nagyon, ezt, ha valamit ajánlanék, akkor hárma. Tehát, hogy azzal sok időt meg lehet spórolni, hogyha páratlan számú ember kezdi a közösséget, mert ez a kettő ember együtt, ez nagyon sokszor vezet ilyen zsákutcába. Mert konfliktusok azok igazából nem annyira problémák. Egy rakadalom minden van, a ma konfliktussal van a földdel, meg a, nem tudom, a bíz a tűzzel, meg az elemek is konfliktusokban vannak. Inkább itt ez a dinamika az, ami érdekes, hogy akkor annál, hogy lépünk tovább, visszük-e tovább, utána mi lesz, változik-e az alapviszony, bízunk-e egymásban, annak ellenére, hogy haragszom rá, segítek-e neki, stb. Vagy ki akarok vele szúrni, tehát ilyenek. Tehát ezek az érdekesek szerintem. Ez nagyon korrekt. Azt gondolom, hogy minden családban így kellene megpróbálni megoldani belső konfliktusokat. És még egy kérdésem lenne, hogy hol és hogyan lehet hozzátok bejelentkezni, vagy látogatni, vagy tehát mondjuk úgy, hogy megtekinteni azt, amit ott a gyakorlatban csináltok. A Facebookon van egy Üstökös Tanya nevű Facebook oldal, de Instagramon is fent vagyunk, ilyen Comet Nest, meg Üstökös Tanya, meg engem is meg lehet találni. Mindenhol kint van a telefonszámom. Tegnap valaki trollkodott, és egy órán keresztül kaptam valami furcsa üzeneteket. És külön folderem van Dick Picture-re, de mindegy. Tehát, hogy így tényleg, tehát meg lehet minket találni, van telefonszám, fönt vagyunk a Facebookon, úgyhogy így igen, leginkább így, hogy leginkább engem szoktak általában felhívni, de most már a fecó is egy csomó mindenben részt vesz, és akkor így egyeztetjük, hogy mikor lehet jönni. Nem választottam egy kérdésre, hogy mikor volt, mennyi tehát amikor a legtöbb önkéntes volt nálunk, az 24 ember volt, és a legfiatalabb volt 2 hónapos, és a legidősebb 74 éves, akkor abban az etapban, és a nyár során volt egy 2 hetes periódus, amikor 10 önkéntesünk volt, plusz mi 3-an, amiből 9 volt lány, úgyhogy ezt nagyon-nagyon bírta a Levi. Úgyhogy igen, volt nálunk 6 lány, 4 cseh, meg 2 lengyel lány, egy fiatal egyetemisták, nagyon jó volt. Úgyhogy cukik voltak, nagyon, nagyon aranyosak voltak. Úgyhogy most már jöhetnek, körülbelül annyi szállásunk meg helyünk van, hogy egy ilyen 10-15 ember kényelmesen tud különböző benti helyeken aludni, plusz nem tudom, 300 sátor helyünk van, vagy 500, vagy nem tudom, sok patak meg folyik, szóval lehet fürdeni. Szuper, mindenki csak bátorítani tudok, Üstökös Tanya. Még valamikor a csoport hajnalán még terveztünk is ilyet, vagy én legalábbis kiírtam, hogy menjünk el és nézzünk meg ilyen vidéki közösségeket, úgyhogy én abszolút mértékben benne vagyok, majd Évával egyeztetve, hogy adott esetben tömörjünk egy bandába, és akkor menjünk el együtt, aztán nézzük meg, hogy mit csinálnak, hogy csinálják.
Érdekes, hogy a négyer kapcsán azt említetted, amit, hogy a megbékélést helyezted előre, mert igaz, hogy nekem kellett egy szép nyári nap, meg egy korsó sör, de egyszer arra jutottam, hogy nem a legideálisabb ez a hát hagyományos vagy benne által szerkesztett sorrend, ugye a megtartás, elengedés, visszahozás, megbékélés, és akkor pottyant ki belőlem ez a verzió, amit azóta is vallok, hogy megbékélés, mint mindennek az alapja, aminek már odahegeztettem, már csak angolul R betűs szót kell csinálni belőle, ugye a megismerés, megértés, megbékélés, majd ezt követően az elengedés, ugye mi mindenre nincs szükségem, én nem tudok kijönni ebből a fázisból, majd a megtartás, hogy mégis mi az, amire valóban szükségem van, és a legvége az, ahol az emberek többsége szerintem úgy kezdeni szeretné pánikból, a visszahozás, hogy na akkor gyerünk tanyára, meg egyebek. Ezt tartom én személy szerint a leginkább a valósághoz közel álló sorrendnek. Hát nagyon szépen köszönjük, Evita, hogy eljöttél hozzánk a palócok főügyéről, és azért nem akármilyen első kézből származó történetet osztottál meg velünk, úgyhogy tomboljunk is egy tapsal neki. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kölcsönös, és nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, meg hogy itt vagy velünk. No hát, ha Brahma, Vishnu, meg minden nyolc kezű lény is úgy akarja, akkor hát két hét múlva Chaitanya Das, alias Karádi Csabi lesz a vendégünk, aki a Krisna völgy alapítója. Úgyhogy mivel ez sok embernél hát meghúzogatja a megfelelő zsinórokat, én bízom benne, hogy akkor majd szakítotok időt rá, és eljöttök, hogy meghallgassuk. Nekünk már volt szerencsénk meglátogatni őt, illetve őket, és ő maga kalauzolt végig minket, hát roppant tanulságos volt, ezt kell, hogy mondjam. És nem is pusztán a Krisna völgynek, hanem a magyarországi Krisna mozgalomnak is az alapítója, tehát olyan 80-as évek óta tolja ezt a vonalat, és amellett meg egy baromi jó arc. Tehát úgy, ha nem lófarka lenne, meg nem lenne össze-vissza festve, akkor nem is gondolnátok, hogy egyébként ő ilyen csuhás. De abba a szerkóba fog bejönni, mindenkit megnyugtatok. Úgyhogy egy roppant izgalmas kaland lesz az is. És hát, hogyha megéljük, akkor négy hét múlva meg nem itt leszünk, hanem a Ludovikán Bendel bácsival. De hát oda még el kell jutni, úgyhogy az elkövetkezendő napokban megbombázunk titeket egy regisztrációs formulával, a jövő hétre készen áll az esemény honlapja is, és kérünk szépen mindenkit, hogy aki valóban úgy gondolja, hogy ott lesz, az regisztráljon és jelezzen is, mert hát szívünk szerint persze nem limitálnánk a résztvevőket, de azért hát van a helynek egyfajta befogadó képessége, és hogyha képesek voltunk ezen a helyen, az 50 fős helyen megjelenni 100-an, csak úgy, mondjuk egy palágyi katára, vagy egy csípos miájra, akkor elképzelhető, vagy hát lehet, hogy bilibe lóg a kezem, de hogyha jambendel jön el hozzánk, akkor lehet, hogy megugorjuk az 500-at is. Úgyhogy szeretnénk, hogy mindenki ott legyen, aki szeretne ott lenni, de ennek ugye az a feltétele, hogy időben regisztráljatok majd. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, eltöltöttük együtt ezt az időt, és én bízom benne, ahogy mondani szoktam volt, hogy most jön a java, és hogyha kedvetek, időtök engedi, aki megteheti, maradjon még egy kicsit, és érezzük jól egymást. Nagyon szépen köszönöm, további szép estét nektek!